Sziasztok, kedves fiúk, lányok, felnőttek és gyerekek, filmbarátok és filmutálók! Ez itt a 11. Filmbarátok podcast kiadás, és hát mi más lehet a téma, mint a most hétvégén lezajló, azt hiszem 84. Oscar, de most ezt megnézem, 84. Oscar díjátadó, és természetesen idén is jelentkezünk egy külön kiadással. Bad Movies-os srácok sajnos nem tudtak részt venni ebben, de hát itt van egy másik ember, akit szerintem nem nagyon kell bemutatni. Itt van Zoli. Sziasztok! Zoli, hát mutasd be magad, hogyha esetleg valaki nem ismerné téged, hogy hol lehet téged megismerni. Hát remélhetőleg sehol, mert ettől elég zavarba tudok jönni, de az Adelberdelmi magazinnak vagyok a társadalmas, a főszerkesztője, és többek között egy nagy filmbarát, még ha nem is okvetlenül aktív résztvevője ezeknek a podcasteknek. De remélem azért még fogsz beszélgetni, mert múltkor elég jó fogadtatása volt, az emberek örültek, hogy részt vettél, úgyhogy... Igen, néztem a kommenteket, egyébként ennek borzasztóan örültem. Annyit hozzátennék, hogy nem a 84. a 83. díjátadó. Igen? Lett most. Jó, akkor... De nekem puskáznom kellett. Jó, akkor 83. századikat talán majd jobban megünneplik, az majd jobban az ember tud róla beszélni. Na, hát Zoli, Oscar 2012. Múltkor már kicsit az éves áttekintésnél beszéltünk az Oscaros szezonról. Hát most azóta kiderültek a jelölések, és hát elég vannak benne meglepetések egyébként. Az volna a menetrend, hogy most hallgatók nem tudják, de igazából most értél csak haza, tehát annyira nem tudtuk átvenni a forgatókönyvet, úgyhogy kicsit improvizálni fogunk, úgyhogy egy kicsit kaotikus lesz nektek, akkor ne ijedjetek meg, és előre is elnézést, de azt próbálnánk ki, hogy a legjobb filmmel kezdenénk egyből, mert ott azért nagyjából az összes filmet át tudjuk beszélni, mert a legtöbbet azért láttuk, vagy az egyik, vagy a másik, vagy mindketten, és az alapján tudnánk akkor majd a többi kategóriáról beszélni utána, és utána kicsit átláthatóbb lesz nektek. Zoli, a legjobb filmes listáról melyeket láttad? Most gyorsan felsorolom mind azt hiszem 9-et, és utána várom majd a válaszodat. Kezdődik az egész a The Artist-tal, a néma filmessel, ami elég friss, pont ezen a héten jelent meg a budapesti, illetve az országos mozikban. Utána ott van még Woody Allen Éjfélkor Párizsban című filmje, ott van még az Életfája, Hadakutyán, a Leléményes Hugo, a Pénzcsináló, a Rém hangosan is írtó közel, a Segítség, illetve az Utódok. Melyeket láttad ezek közül? Elnézést, hát nekem az Artist egy nagy hiányosságom, és ha bár úgy tudom, hogy az idei Oscarnak a nagy esélyesének tartják, sajnos Peckhamre nem láttam még, hogy mennyire Peckhamre, azt nem tudom, mert te viszont láttad, úgy igen, tudom. Igen, tegnap munka után direkt a podcast miatt megnéztem, gondoltam, hogy a többi, összes filmet nem láthattuk, mert egyszer nem adták még a magyar mozikban, de az Artistot azért, ha van rá lehetőség, mindenképp pótolni kellett. Hát mondjuk... Hát én amit ebből láttam, az a Hadakútján volt, az majd később. Igen. Igen, Életfája. Én megmondom őszintén, hogy ezt egy kicsit kiegészíteném pont azért, mert nekem nem tetszett, de az úgy érzem, hogy azért kicsit kifejteném pár szóban. Nem tudom, láttad az Életfáját? Nem láttam, de majd én is hozzáfűzök pár mondatot, hogy miért is nem akarom megnézni. Jó, igazából annyit tennék hozzá, hogy ilyen Terence Malick most megosztott, ki szereti, ki nem szereti, tehát ez igazából gusztus dolga, de van, akik ugye azból elutasítják a művészfilmeket, mint műfaj, tehát ezek általában azok, akik a Transformers-en viszont végignyálodzák magat, lepolynak a székből, és már odáig vannak, hogyha egy robot zuhal alá a holdból. Tehát mint az eloszlatnék egy kérdét, nem erről van szó, tehát én mostanában például elkezdtem nézni Lars von Trier filmeket. Tehát például az Antikrisztust. Azt szerintem egy fantasztikusan jól sikerült művészfilm. Tehát annak van üzenete, és próbálják is átadni.
Tehát mindent elkövet a rendező úr, hogy ez az üzenet, ez eljusson hozzánk, nem rágja a szánkba, mert az üzenet természete olyan, hogy igényli a képi világot. Tehát az, hogy a sorok között olvassunk. Én az életfájánál ezt nem éreztem. Tehát nekem kifejezetten az volt az érzésem, hogy ez egy nem művész, hanem egy művészkedős film. Tehát ők azért használják ezt a stílust, ezt a kommunikációs formát, mert ott akarnak lenni, ahova egyébként végül is el is jutott a film, tehát az Oscar gálán. És nekem az egész filmről ez sugárzott. Ez lehet, hogy az én hibám, lehet egyéni szoc probléma, de valahogy ezt éreztem. És egyébként páran mondják, hogy Maliknak egyébként ilyen a stílusa, én ezt elhiszem, valószínűleg egyel kevesebb filmnéző van, aki ezen túl Terence Malik filmeket fog nézni. Ettől függetlenül szerintem nem rossz az életfája, de erősen kétlem, hogy itt lenne a helye. Főleg azért nem érződik rá, hogy ide szánták. Úgyhogy sajnos ez így ebből így ki is húznám a várományosok közül, hogy hú, drukkolok érte, hogy megkapja. Tehát ő sajnos ebből kiesik. És amit nem tudom, hogy az utódokról fogunk-e beszélni. Fogunk, igen. Jó, hát azt akkor is láttad akkor. Igen, az utódokat láttam még, de akkor arról is megbeszélünk is. Jó. Hát én ebből a 9-es listából, mint előbb említve, az Artistot láttam. Volt szerencsém az Éjfélkor Párizsbant is pótolni, illetve végig szenvedni. A Hadakutyánt is, igen, szerencsém volt azt is látni, kb. 5 nyugdíjas hölgyel közösen a Corvin moziban. Mit láttam még? A Pénzcsinálót láttam. Igen. Ebből készült is Otherworld-ös beszámoló, és a Segítséget láttam, illetve az Utódokat. Tehát igazából nekem a Rémhangosan és Írtó közel hiányzik a Leleményes Hugó, illetve az Életfája. Ez a Segítség, ez miről szól egyébként? Mert erről én sem tudok semmit. Uh-huh. Jó, figyelj, akkor kezdjük rögtön a Segítséggel. Én azt mondom, hogy a Segítség egy 60-as években játszódó film, ami egy valós történeten, de egy valós könyvön alapszik. Ez a Segítség, ez egy könyvnek a címe, és 60-as évek közepén, főleg a déli államokban mindennapos, hogy mondjam, mindennapos dolog volt a rasszizmus, hol burkoltabban, hol nyíltabban, de szóval minden fehér, jól szituált családnak volt egy fekete ilyen cselédje, úgymond, aki ő nevelte a gyerekeket, mert az anyukák, nem tudom, inkább mindenféle klubokba járt meg ilyenek. Aha. És ez a Segítség, ez egy könyvnek a címe, amit egy a fehér nő írt titokban a fekete cselédek elmesélései alapján, hogy milyen is nekik az élet, hogy állandóan diszkriminálják őket, külön WC-t építettek, hogy ne kelljen ugyanazt használni, mint a fekete cselédnők, hogy milyen az, hogy ezek a nők fehér gyerekeket nevelnek a sajátjaik helyett. Tehát ezek ilyen komoly témák, és meglepően jó is volt a film. Tehát ahhoz képest, hogy 2,5 órás, igazából tényleg elejétől végéig lekötött. Voltak benne valós dolgokra is ilyen említések, mit tudom én, Martin Luther Kingről is volt, egy tévében nézték a beszédét, meg John F. Kennedyről is az egyik tartott portrét, meg ilyenek. Szóval egyfajta út a rasszizmus leküzdésére volt ez a könyv, mert így a fehér embereknek így ez a könyv, ami egyébként illegálisan íródott, mert ez nem lett volna szabad, tehát titokban írták az egészet. Tehát egyfajta ilyen tényfeltárás és kinyitotta az emberek szemét, hogy hello, ez így azért nincs rendben, hogy szarként kezeljük ezeket az embereket, és nekik is igenis van joguk. És tényleg nagyon, nagyon jó film volt. Hol vicces volt, pont akkor volt vicces, amikor kellett. Megható is volt, nagyon jók voltak a színészi alakítások. Főleg a fekete házvezetőnők, igazából színészeknél vannak jelölések, pontosabban 3 jelölést is kapott ez a film, nőknél, mint mert igazából férfi nem nagyon szerepel benne. Emma Stone is játszik benne, ő írja ezt a könyvet, akit
többek között a Zombielandből ismerhettek. Ő nem lett jelölve, ami igazából nem is annyira meglepő, mert nem sokat szerepel. De érdekes módon a filmben nem is nagyon van olyan, hogy főszereplő, mert állandóan egyenrangú karaktereknek kezeli ezeket az embereket, hol a házvezetőnőket, vagy hol aki írja a könyvet. Van egy másik fehér nő, aki felveszi azt az egyik házvezetőnőt, és nagyon kedves vele, tehát ő nem rasszistán áll hozzá, úgymond megmenti az életét, tehát teljesen szétesett, amikor Ándan elveszítette a gyerekeit. Érzel ebben annyit, hogy ennek itt kell lennie az Oscaron? Igen, tehát nagyon sokan mondták, és valamennyire jogosan, hogy ez jó Oscarra íródott, de igazából nem sajnálom tőle, mert tényleg jó film. Nem azt mondom, hogy egyszerűen nehéz ez a film, mert ez sem egy hibátlan alkotás, mert sokszor éreztem, hogy kicsit már nagyon nyomul. Tehát ezek a fehér nők helyenként annyira túlzottan gonoszak voltak, már ilyen, helyenként már ilyen képregényszerűek, hogy szarként kezelte a házvezető nőt, de ugyanakkor fekete, éhező afrikai gyerekekre gyűjtött, mindenféle gálát tartott, meg ilyeneket. És nem tudom, néha már kicsit sok volt, hogy ennyire polarizált, hogy a szent feketék és a undorító fehérek. Elhiszem, hogy ez nagyjából így volt annó, és ez nem egy poénos téma. De nem tudom, a film legalábbis főként az első felében kicsit nagyon ráhajtott erre, de ez ennek ellenére tényleg egy jó film volt, és nagyon hiteles volt a környezet, nagyon, tehát teljesen beleélted magad, hogy ez tényleg 60-as évek, úgyhogy én tényleg tudom ajánlani. Két fekete házvezető nőt közül az egyiket jelölték is legjobb női főszereplőnek. Most meg kell néznem a nevét, Viola Davis, és hát drukkolok neki, mert tényleg klassz volt. És női mellékszereplőnél kettőt is jelöltek egyszer, Octavia Spencert, aki egyik a fekete házvezető nőnek, és a másik az Jessica Chastain, aki azt a fehér nőt játszotta, aki így jól bánt velük. De őt annyira nem érzem, hogy jelölni kellett volna, mert egyszer nem szerepelt sokat, tehát nem teljesen értettem, hogy miért volt ez, de mindegy. Értem. De tényleg jó film egyébként, meg kicsit olyan Forrest Gump stílusa van helyenként, tehát nagyon jól bánik azzal, hogy nézhető legyen végig, ne legyen túl drámai, ne legyen túl vicces, egy nagyon jó közép egyensúlyt. Egyébként hamarosan megjelenik DVD-n is, úgyhogy ha gondoljátok, akkor vegyétek meg, kölcsönözzétek ki, tényleg tudom ajánlani. Jó, oké. Okay. Akkor mindenképpen majd futunk bele egy költ legfeljebb, mert van, amire én semmit nem hallottam még róla. Nem, egyszerűen nem is nagyon vettek róla tudomást Amerikán kívül. Amerikában egy hihetetlenül nagy siker volt, tehát mindenkit ledöbbentett, mert azért ott aktuálisabb a téma, mint egy Magyarországon. Tehát így az ember... jó, fekete házvezetőknök sorsa annyira nem érdekes téma, tehát. De tényleg jó film. Oké. Okay. Jó, mindenképp megnézzük akkor. Most nézem a 8 ponton áll IMDb-n. Annyit én is adnék rá, még akár 8 is felett is adnék neki, mert tényleg jó. Nagyon bőkezű vagy. Igen. Na, akkor igazából a segítséget lepipáltuk, vagy kipipáltuk jobban mondva. Akkor Zoli, beszéljünk a nagy kedvencünkről, a hadakutyáról. Muszáj? Hozzá. Igen, muszáj. Zoli, meséld el pár percben, hogy egy percben, hogy miről szól ez a csodálatos Steven Spielberg film. Én igazából sokáig kerestem a szavakat, hogy hogyan tudnám cizelláltan megfogalmazni azokat az egyértelmű érzéseket, amik keletkeztek benne a film nézése során. Uh-huh. És én próbáltam körülírni, de tehát így igazából senki nem akarok tévútra vinni. Tehát a legegyszerűbben számomra az jött le a filmről, hogy gusztustalan. Igen. Tehát az a végletekig naív, mesének is csöpögős,
borzasztó, gyakorlatilag ez egy Lesszi hazatér volt, csak megváltoztatták az időt, megváltoztatták a földrajzi pontokat, tehát a körülményeket megváltoztatták, meg ugye az állatot magát. De gyakorlatilag ez egy mezei Lesszi történet. Hát szerintem még annál is rosszabb igazából, nem mint hogyha Lesszivel valamiféle baj is volna, mert szerintem egy jó kis ifjúsági film. De Lesszit nem jelölték Oscar a tudomásom szerint. Igen, de És azok... a Lesziben a gyerek messze nem volt olyan, hogy mondjam, irritáló, mint ebben a főszereplő gyerek. Hát Aslarral a mennyasszonyommal azon gondolkodtunk egyébként, hogy ez a film, tehát az, hogy most nagyon közöttek, hogy Spielberg be tudta tolni az Oscarrat, jó, ez nyilván egy kicsit komplexebb folyamat, de az, hogy berakták ezt a filmet az Oscarra, már csak az lenne nagyobb blamás, ha lovat jelölték volna a legjobb főszereplőre. Tehát egyszerűen olyan mérhetetlenül nem érzem ennek a filmnek a létalapját. Tehát, amit mondtál például a segítségnél, hogy annak azért van egy üzenete. Mert azért, hogyha azért egy kicsit sorba veszük ezeket a dolgokat, az artista az majd külön érdekes ebből a szempontból, de mindegyiknek van valamilyen fajta üzenete. A hadak útján nekem végig az volt az érzésem, hogy semmit nem akar velem közölni. Ami nem lenne baj, hogy cserébe szórakoztatni akarna, de azt éreztem, hogy különösebben szórakoztatni akarna. Na, mielőtt még emberek, akik nem értenék, tehát a hadakutyán arról szól, gyorsan egy percben elmondom, hogy az első világháború idején egy kicsit elvarázsolt gyerek úgymond treníroz egy lovat, aki alkalmatlan arra, hogy a földet felszántsa, de mégis arra vették, hogy a földet felszántsa, igen, hogy azt az amerikai vagy a brit sereggel elmegy háborúba, a gyerek, úristen, Joey, stb., hogy én is megyek utánad háborúba, nem, te még túl fiatal vagy, jaj, és aztán a ló német fogságba esik, és aztán a lónak a csodálatos történéseit figyeljük a film folyamán, természetesen azzal a gyerekkel újra összefut. Igen, szóval egy Steven Spielberg film, és szóval nem tudom, Zoli, te hogy voltál vele, miközben néztem a filmet, itt elképesztően bizarr gondolataim voltak. Már ilyen szavak jutottak eszembe, hogy lószexuális, meg ilyenek, mert egyszerűen nem értettem ennek a filmnek, hogy én elhiszem, hogy van barátság ember és állat között. Én ezt egy pillanatig nem akarom kétségbe vonni, de érted? Nem tudtam azon túlépni, hogy a film többet akart ebből kihozni, hogy ez egy állat. Tehát nem tudom, annyira elemberiesedett ez a ló, hogy helyenként komolyan attól féltem, hogy elkezd beszélni meg ilyenek. Szóval nagyon nehéz erről mondani valamit. Én nem vagyok egy nagy lóbarát, ezt hozzá kell mondanom. De egyszerűen nem értettem, hogy az első pillanatok kezdve ez a hülye gyerek ott tátott szája, csorgó nyállal nézte ezt a lovat, és úristen, hogy ez milyen gyönyörű, meg az apuka is, érted, megvette ezt a lovat, amikor mindenki mondta neki, hogy te, ez nem jó arra, hogy a földet felszántsa. De nem, mégis megvette, hogy miért, nem derül ki, mert olyan gyönyörű ez a ló. Mert alá akart vágni a főbérlőjének. Látta, hogy annak is. De nekem nagyon sok beállításokból ez tűnt ki. Hát de akkor meg akarta venni, mielőtt a főbérlő egyetlen licitált rá. Nem úgy volt? Hát én már nem tudom visszaidézni, megmondom őszintén. Talán nem is baj, mert sok mindenre nem akarok emlékezni annak a filmnek a kapcsán. Uh-huh. Viszont, amit még érdekesnek találok, egyébként pont a War Horse, ugye a film angol címe, milyen érdekes, hogy idehaza hadak útján, nem tudom, hányan mentek volna be a Csataló című filmre. Valószínűleg... Tetszik ez a hadakutya, nem tudom te, hogy erre szerintem egy klassz név. Jó, csak nem fedi a valóságot. Tehát hát igazából... nem, de hát, igen. Na mindegy, a lényeg az, hogy én azon lepődtem meg nagyon, hogy mennyire pozitív volt a sajtó visszhangja idehaza. Tehát én csak azon... De külföldön nem nagyon egyébként. De, nézem, a Metacritic-en nagyon magas pontszámon áll. Valami 70 valamennyin, ami mondjuk a film egyébként értékeit megnézve egyáltalán nem annyira jó. Hogy pontosabban nem annyira rossz. Na, így azon lepődtem meg, hogy itthon olyan dolgokat értékeltek benne, valahol olvastam, most nem akarok ilyen, nem tudom visszaidézni a forrást,
De olyanokra csodálkoztak rá például, hogy a ló szemében látják közeledni a kislányt. És ez milyen művészi beállítás. Én konkrétan vissza tudom idézni, hogy volt egy horrorfilm, egy ilyen B-kategóriás horrorfilm, azt hiszem, hogy a Titkok kulcsa. Ja, Abban igen. konkrétan volt egy ilyen jelenet, sőt, abban még volt egy olyan jelenet, hogy a kulcsjuk szemszögéből vették fel, hogy belerakják a kulcsot, a Igen. zárt. Tehát, ha ott nem volt ez művészi beállítás, akkor nem tudom, hogy itt miért kell segre esni, ma bocsánat a kifejezésért ezektől a dolgoktól. Tehát néha azt érzem, mintha az emberek így hanyatt esnének attól, hogy úristen, megjött egy Steven Spielberg film. Tehát azért, hála Istennek, nem akarok rosszat adni, hála Istennek azért Spielberg még egy termékeny, rendező, producer. Nem hiszem, hogy minden filmihez úgy kéne tapsolni, mintha azt hinnénk, hogy utána soha többet nem fog csinálni más sem. Egy kicsit túl, és az az érzésem, hogy a Spielberg is tudja, hogy így állnak hozzá, és mert egyébként nem hiszem, hogy bármi indok volna, hogy a Warhorst elkészítse. Hát, hogy elkészítse egy dolog, de hogy jelöljék legjobb filmre, hát ez egész egyszerűen bődület. Egyébként, igen, de csak így hozzá akartam tenni egyébként a legjobb filmes jelölésekhez, egy kicsit kikacsintva magából a témából, de aztán majd persze térünk vissza, hogy éppen például hozni akartam, hogy miért ilyen filmeket jelölnek, amikor tavaly olyan jó filmek voltak, mint, és hogy elkezdtem végignézni, és azt kell megállapítsam, hogy sajnos, így Sean Marshall, de már második olvasatra nézem végig, hogy igazából olyan szinten egysíkú volt a 2011-es termés, hogy teljesen meg vagyok döbbenve. Tehát talán egy picit még a melankólia volt, ami kilógott, de ebből kicsit a Lars von Trier érdeklődésem is előbújhat. Az szól egy ilyen érdekes témáról, hogy össze akarnak házasodni, esküvő, nem tudom mennyire is. Nagyjából képben vagyok, igen. És ugye jön egy bolygó, és jöttem kiderül, hogy a házasodó felek, meg a család, és valójában senki sem szíveli a másikat, és összeugrat minden. Ez egy érdekes üzenetű dolog, de igazából ezen kívül nagyon nem tudnék érdemleges filmet mondani tavalyról, és ebből a szempontból valahol megértem az Oscar zsűrinek a dolgát is, mert nagyon nehéz lehetett kiválasztani azt a tíz, nem tudom hány filmet, amit indítani kell. Igen. De visszakanyarodva a War Horse-t, azért nem érzem rossznak a tavalyi évet, hogy... Igen. Ami a hadak útján során még elképesztően irritált, hogy milyen szintű, egyszer nem is tudom, hogy mi lenne erre a jó szó, hogy mindenki teljesen el volt ájulva ettől a lótól, tök mindegy, hogy kivel találkozott, mindenki, úristen, micsoda ló, és a háborúban is, érted, ott volt egy halom másik ló mindkét fronton, és mindegyiket le volt szarva magasról, érted, ott egyszer bicegett és lelőtték, de ez a ló, úristen, érted, hogy de ez tele volt lyukasztva már a szöges drót miatt, de nem. Ezt meg kell menteni, mert ez olyan szép, és úristen, egyszerűen nem akartam elhinni, érted, hogy ez most kb. Egy hülye példával, ez olyan, mintha van valami földrengés, és összedől egy épület, és kamerával kinézik, hogy hopp, ez egy csinos nő, akkor mindenki ennek segít, és a többi ott döglik meg, mert igazából miért is ne. És ebben a filmben egyszerűen még akár tűrhető is lett volna, ha egyszerűen mindenből visszavesznek egy kicsit. Visszavesznek abból, hogy ez a ló ennyire tökéletes. Visszavesznek ebből a hülye gyerekből, aki egyszerűen nem fogtam fel, hogy mi ez az elképesztő vonzódása, érted, ez az állathoz, érted, hogy a családját szarva veszi, de ez a tüneményes állat. Visszavesznek ezekből a elképesztően erőlátható, gicses ízeigből. Tudta nagyon jó, hogy ebből a hülye zászlót ezt végigviszik az egész rohadt háborún. Már amikor ezt a begyakorolt búgást, vagy nem tudom én, fütszót, vagy mi a fenét, már tudtam, hogy ez is elő fog kerülni a háború közepén. Egyszerűen nem tudom. Szóval írtam Twitteren annó, hogy ez eléggé elgondolkodtató, hogy egy ilyen lovas háborús eposznál egy lúda legjobb az egész filmben, akkor ez már elgondolkodtató. Mert az a lúd az tényleg jó volt abban az egy percben, amik szerepelt, de a többi az egész egyszerűen. Ráadásul az, hogy 140 perces volt, ez is teljesen indokolatlan, mert volt ez a két német gyerek
meg a francia kislány, meg ilyenek, abszolút felesleges volt, nem indokolta az egészet. Nem... Ráadásul rendkívül kontrasztos maga a film. Igen, igen. Hát ahogy az egyes feleket beállítja, de nem tudom meg, igen. hogy ábrázolják a németeket, gyakorlatilag eljutottunk oda, hogy Hollywood felfogása szerint igazából a németek azok pont úgy viselkedtek az első világháborúban, mint a második. Mint a nácik, igen. Igen, pontosan, tehát gyakorlatilag csak nem kapták meg a karszalagot, meg a különböző kis SS kitűzőket. Igen. És így néztem, hogy gyakorlatilag most miről beszélünk, és ezt képest odaállítják vele szembe kontrasztba a túloldalon harcoló angol katonát, aki ugye a hosszas-hosszas szájtépés után elhozott ló gazdájának is levelet ír, hogy jól van a lovad. Ja igen, úristen. És képet rajzol róla, meg minden. Nincs és... nagyobb baj a háborúban, érted, mint hogy ne igen. kelljen rajzolni egy hülye lónak a korábbi tulajdonosának. Érted? Egyszerűen rossz ez a film. Tehát az az üzenet, amit közvetíteni szeretne, mert én már nagyon szeretném megérni azt, hogy ne indítsanak már több második világháborús filmet Oscaron. Most szándékosan a második világháborút emelem ki, mert igazából ez a ló, ez ott most csak azért kapott lovas settinget szerintem az első világháborúban, mert a másodikban nem voltak annyira dominánsan azért lovak. Leszám, hogy a lengyel lovasság rohamot a német párcélot ellen, de mindegy. 5 percig. Igen, de egyébként én nagyon szeretném most már azt, hogyha ez a vonal ez így lecsengene. A videójátékiparban is volt egy időszak, amikor rogyásig jöttek a második világháborús témájú játékok. Aztán az embereknek hirtelen csömörre lett. Uh-huh. És most nagyon örülnek, hogyha ez a pont eljönne a filmeknél is, mert nem azon kívül, hogy ilyen filmekkel gyakorlatilag évente rá fél tucattal elárasztják a piacot, de nem, mert csak az idegesítő, hogy ebből egyet minimum jelölnek mindig Oscarra. Uh-huh. És ez most már kezd nagyon unalmas lenni, mert ennyi tanulságot azért nem szokott levonni, legalábbis nem tartalmasan Hollywood. Tehát már láttuk tényleg azt, hogy igen, most már állatok is szenvedtek ott, igen, nagyon sok gonoszság történt, nagyon sok ez az amaz történt, de most már úgy jó lett. Tehát nem hiszem el, hogy a hollywoodi felfogás szerint a világban semmi más nem történt, csak a világháború. Jó, ugyanakkor az első világháború még annyira nem volt, nem tudom én, annyira nem volt túl filmesítve eddig szerintem, mert most hirtelen a nyugaton a helyzet változatlan tudnám mondani, a fegyverszünet karácsonykort, meg ezt, meg mi van még? Van egy ifjú Indiana Jones első világháború, ami egyébként marha jó, tehát nem is tudom, hogy miért felejtették el ennyien ezt a ifjú Indiana Jones sorozatot, nekem marhára bejött. De igazából többet nem tudok mondani, mert igazából nem is olyan, talán az a baj, hogy nem annyira látványos háború volt, mint a második, és nem olyan filmnek való. De nem tudom, szóval akkor hadakutyán szerintem osztozod a véleményet, hogy ennek égvilágon semmi keresni valója nincs a legjobb filmek között legalábbis. Igen, és erősen kihagyható darab, te senki nem lesz szegényebb azzal, hogy nem látod. Igen. A kegyelem döfés az volt, amikor végén a naplementében lovagolt. Szóval ezt a film, szokták mondani a filmeknél, amikor gúnytűznek annak gicséből, hogy és a cowboy lovagolt a naplementébe, a Lucky Luke-szerű záróizével. Itt meg egy az egyben ugyanez volt, és így fel nem fogtam, hogy Steven, érted? Nem ismered ezt a mondást, hogy legalább ne hülyítsd már magad, hogy gúnyt, tudom szóval. Na jó, túl kell tennünk magukat ezen a filmen. Tényleg komoly dráma volt, tehát már egy trauma, dráma. Ah. Tehát ez nem az a dráma, amire az ember elsőre gondol. Igen, szóval nem tudom. Van olyan műfaj, hogy nézőtéri dráma? Tessék? Van olyan műfaj, hogy nézőtermi dráma? Nézőtermi dráma. Most már van. Most már van. Igaz, azért azt el kell mondanom, hogy nem a világ legrosszabb filmje, tehát azért néztem én, meg szemetem moziban már ennél jóval rosszabb filmeken is, de szóval itt az legjobban az bánt, érted, hogy legjobb filmre díjazták, és teszem ezt úgy, hogy vakon, tehát igazából már akkor oszkáros filmnek emlegette mindenki, amikor még nem is látta egy kritikus sem. Nem tudom, szóval kicsit Steven Spielberg kicsit össze kéne kapnia magát az érzésem, mert utóbbi időben igazából már csak producerkedik, elég kétes végeredményű dolgokban általában. A Super 8 mondjuk pont egy viszonylag kellemes meglepetés volt, de nem tudom, szóval nemrég megnéztem a Jurassic Parkot, ugyebár hát ég is föld ez a két film.
De jó, hát nem akarok dinoszauruszt most hülye lóval összehasonlítani, de mindegy. Szóval Steven, kapd össze magad, azt mondom. Na, akkor kettőt már kipipáltunk a legjobb filmek közül. Zoli beszél akkor az életfájáról egy kicsit. Arról már Azon beszél. kívül. Hát csak egy kicsit többet, hogy esetleg, mert Otherworld-ön csináltál egy videót, amin elég, hogy mondjam, negatív kommenteket kaptál, hogy te nem értesz semmihez, és te milyen hülye vagy, meg stb. Stb. Ilyen szokott lenni egyébként. Igen. Az alkonyat után már megszokhattad szerintem. Az a vicc, most igazából az alkonyatról szívesebben beszélnék, mint mi ez az életfájáról, mert most ugye elkezdtem nézni a True Bloodot, és el kellett, hogy jöjjek igazából, most kicsit kitérnek icipicit a One Piece filmekre, de csak azért, mert most megint elkaptam a dologra, aztán visszamegyek az életfájára, mert rájöttem, hogy igazából, hogy ha belegondolunk, hogy komoly témájú vámpír filmet hányszor sikerült jól vászonra vinni, hát gyakorlatilag egy kezünkön meg tudjuk számolni, hogy hányszor sikerültek jó vámpír filmek. Már úgy értem, nem azok, amikre azt mondjuk mi, hogy jók, hanem úgy általános fogadtatásban azt mondja az ember, hogy fú, hát ez mindenkinek tetszett gyakorlatilag. Ez nagy kanállal zabálta mindenki. Nagyon kevés ilyen film van. Nekem például... Engedj be. Engedj be, de az meg művészfilm. Tehát az meg azért... Hát azért ezt nem mondanám művészfilmnek. Hát nem tudom, tehát 2 órán keresztül, amikor tudod, így nagyon nem történik semmi, és... Jó, hát érted, ha valaki úgy megy oda, hogy egy vértrancsírozós akármi lesz, vagy egy ilyen romantikus akármi, nem mondanám művészfilmnek. Biztosan nem egy 12 éves gyereknek való, akit egy ilyen nem köt le, de... Jó, oké. Okay. Annál kommerszebb volt szerintem, hogy művészfilmnek nevezni. De jó film volt egyébként, persze. Mindegy. Most igazából az ilyen kommerszebb filmekre gondolok. Hogy nekem speciál például a Coppola féle Dracula is. Most már így idősebb fejjel megnézve már annyira nem jön be. De mondom, hogy például érdemes volt megnézni, hogy például ahogy komolytalanabbra vették ezteket a figurákat, és rájöttek arra, hogy ez az egész műfajjal valamit kezdeni kell, mert horrorban egyszerűen nem ijesztőek a vámpírok már, nem kapunk frászt tőlük, megszületett mondjuk a Twilight, azt mondták, hogy legyünk akkor nyálasak, és valahogy az emberek elkezdték szeretni a vámpírokat. Aztán megjelent mondjuk a True Blood, és azt hiszem, annak az eredeti könyvváltozata az, azt hiszem, még korábbi is, mint a Twilight, na mindegy, és az is igazából egy kicsit komikusra veszi magát a figurát, egy kicsit hülyére veszi a vámpírokat, ez az egész mitológiát, függetlenül attól, hogy tisztelettel kezeli, de egy kicsit azért humorosra veszi a figurát, és zabálják a sorozatot. Most jön az 5. évad. És akkor kezdtem elgondolkodni azon, hogy igazából nem kell teljesen vasakarattal ragaszkodni ezekhez az alapokhoz, amiket egy-egy műfaj letesz. És itt viszont visszakanyarodnék az életfájához, hogy amikor megpróbálunk megfogalmazni egy üzenetet, ami például az életfája is próbál. Tehát ott a Brad Pitt figuráját, gondolom most már azért elég sokan látták, tehát egy nagyon nagy spoilerrel nem élek, de egy eléggé despotikus figura az egész filmben végig. Tehát az ő karaktere határozza meg ugye a gyerekeinek a viszonyulását a világhoz. Igazából a Brad Pitt egy kvázi szűrő ebben a családi képben. És hát most lehet szeretni, nem szeretni, látszik azért a Brad Pitten, hogy végül szereti a fiait, csak olyan furcsa az egész, most nem akarom a jelképrendszerét értelmezni a filmnek, csak az a bajom, hogy a filmben végig azt éreztem, hogy igazából nem igazán tudja a rendező úr sem megfogalmazni, hogy igazából mit akar ezzel a filmmel. Tehát van benne ősrobbanás, van benne dinoszauruszok taposnak egymás fején, amit persze lehet értelmezni, úgyhogy a természetnek az ősi agressziója, ami aztán valahogy lecsapódik ugye a Brad Pittnek az ura hatalmaskodó figuráján is. És értem én, hogy vannak ezek a mozzanatok, meg nagyon hatásos zenét raknak alá, aztán valami ária megy alatt, most, ha megfeszülök, sem tudom visszaidézni, hogy melyik. Az egész film alatt azt éreztem, hogy ez az a téma, ami talán van annyira értékes, hogyha most komolyan azt akarom, hogy az emberek tömegével értsék, akkor nem így kommunikálom lefeléjük. Tehát ez tényleg valami más jelképrendszer kell
nem az ősrobbanás, nem ez, hanem valahogy direktebben kell foglalkozni a témával, mert nagyon elkalandozik a film. És a végén már, tehát olyan apróságokat kezelt nagyon rugalmasan a történet, tehát valami történik, tehát aki esetleg nem látta és nem akar spoilereket hallani, akkor kedvéért egy kicsit ködösebben fogalmazok. Tehát van három gyerek, de csak az egyiket látjuk a végén, hogy nagyon magába van zuhanva, és az ő gondolata jelenetnek meg a film során végig. És nem derül ki, hogy igazából ő melyik gyerek a sok közül. Tehát a sok közül, tehát a háromból, azt hiszem a háromból. Lehet, hogy kettő, már nem tudom, hogy viszont az igen a filmet, de tudom, hogy többen vannak. És nem, nekem nem derül ki a Sean Penn figurája, egyrészt, hogy neki mi baja van. Nem derül ki a végén ez a kimászkálás a tengerpartra, nem volt egyértelmű az egész, hogy mit akar kommunikálni nekem ez a film. Vannak olyan filmek is egyébként, amik érzelmekre appellálnak, amik rendkívül jól játszanak az érzelmi húrokon. Erről a filmről csomóan azt mondják, hogy jelenetet nem tudnak visszamondani, hanem az érzést, amit éreztek, miközben nézték. Vannak benne szép képek egyébként. Nem is tudom, hogy operatőri munkára jelölték-e egyébként az életfáját. Mindjárt megmondom. Mert vagy fényképezésre, vagy bármire. Igen, Emmanuel Lubezki életfáját. Tényleg. Azt el tudom képzelni, hogy megkapja. De mondjuk egy kategóriába jelölték az artistot is. Tehát, na mindegy. A szokás Hollywoodban ugye, hogyha van egy film, ami nagyon nagy kedvenc, akkor azt az összes indított kategóriában azért úgy meg szokták szólni díja, még akkor is, hogyha indokolatlan. Tehát ugye érdemes megnézni. Korábban beszélgettünk, volt erről egy podcastünk, hogy milyen érdekes, hogy hiába vannak külön kategóriában, általában a legjobb film el szokta vinni a legjobb rendezést, a legjobb díját is. Egészet kombóban elviszi. Igen. Tehát így, amikor haladunk előre ugye az átadónál, hogy a legjobb forgatókönyv, hogyha aki megnyerte, valószínűleg az már a rendezés meg a filmet is el fogja vinni. Tehát már tőle a kártya vár. Ez utóbbi évek trende sajnos, ennek én sem nagyon örülök. Igen. Na, úgyhogy mindegy, szóval rövidre zárva igazából, mert tényleg nem tudok többet hozzátenni, mint amit a kritikában is elmondtam, hogy szerintem az életfája az egy jó üzenetű film lenne, mert amit rá akar fogalmazni, az szerintem jó. De nekem például utána kellett olvasnom, nekem nagyon sokat kellett erről beszélnem Aslanra, hogy ő hogy értette, ami alapvetően jó egy filmbeszélgetésre sarkal, de az, hogy itt nem a gondolatot kellett, hogy megbeszéljük, hanem értelmeznünk kellett a filmet, hogy alapvetően mit akart ez velünk. És szerintem egy jó művészfilm nem ilyen, egy jó művészfilmnek el kell tudnia gondolkodtatni. Ötleteket kell, hogy adjon az embernek, és szerintem az életfája nem ilyen. Az életfája az csupán így néz utána az ember, mint a jó hasonlat, mint a moziban, hogy most mi van? Nem tudom, én ezt a filmet valahogy nem vállaltam be, mert egy hogy Terence Malick, egyszerűen nem tudok mit kezdeni vele, tehát két filmjét láttam, az egyiknek most ennyit eszembe a neve. Őrület határán? Az a másik, most nem tudom, melyik volt. Az Őrület határán sem bírtam, szóval végig forgolódtam, hogy Istenem már, érted, olyan, tehát én egy háborús filmet vártam alapból, de hát ezt nem tudom, hogy lehet annak nevezni, mert nem tudom, valahogy egyáltalán nem az volt, amit vártam. Túl lassú minden, és az, hogy meghallottam az életfájánál, hogy kb. Nem tudom, én első 20 perc csak mindenféle mozgókép, tehát nem tudom, egyszerűen nincs türelme az ilyen filmekhez. A 2001 űrodusszájában is ez őrület, kergett őrületben, hogy egyszerűen olyan szinten lassú minden, és nem éreztem indokoltnak, és tudom, hogy ja Istenkém, szimbolizmus, meg ezt néznem kell, hogy milyen gyönyörű, meg ilyenek, egyszerűen nem vagyok kapó ezekre. De elhiszem, hogy vannak emberek, akiknek ez nagyon bejött, és nem tudom én, sokan írták, hogy úristen, is ez a film élmény, meg ilyenek. Elhiszem, elfogadom, de egyszerűen nem nekem való, úgyhogy én ezt a filmet gyanítom, soha nem fogom megnézni. Nem akarom megtörni a podcastnak a menetét, de szerintem igazából itt a legérdekesebb magában az egész Oscar menetben maga az Artist. Azt meg te láttad. Jó, hát akkor folytathatom az Artist-tal, ha gondolod. Egy pillanatra, egy mondat erejéig Terence Malickről visszatérve, hogyha ez a szerencsétlen megnyerni a legjobb rendezőt, kíváncsi vagyok, hogy kimegy a pódiumra, vagy nem, mert ezt tudni kell róla, hogy kb. Nem tudom én, beírjátok Google-ba, hogy Terence Malick, és kb. 5 képet találtok róla, vagy valami, tehát soha nem csinál egy interjút, nem megy el sehová, úgyhogy érdekes lesz, lehet, hogy egy ilyen Freddy D. maszkban megy ki, vagy nem tudom. Na. A végén rákérdeznének, hogy miről szól a filmje, és ciki lenne beismerni a kőzenc.
Jó. Hát lehet egyébként, tehát sose tudni. Akkor, hát Artist, ha már mondtad, hogy beszéljük ezt meg. Miről is szól ez a film, amelyről mindenki beszél mostanság? És hát most próbáltam kideríteni, hogy megérdemelte ez a hype, amit kap. Röviden összefoglalva a történetét, tehát ez egy néma film, tehát végig zenei kíséret, néha látni, hogy talán ismeritek a néma filmekből, hogy nagyban tátognak valamit, utána egyszerűen csak egy képernyőni szöveget látok, hogy nem tudom én, hová mész, meg ilyenek, de szóval nagyon, ne higgyétek azt, hogy minden tátogás után van egy ilyen kb. 2 percenként egy, tehát nagyon kellemes, nem kell sokat olvasni. Arról szól, hogy van egy George Valentine nevű, hát ilyen néma film sztár, akit mindenki imád, és ő a legmenőbb színész az összes közül, és aztán hirtelen megjelenik a hangos film technológia, és ő legyint rá, hogy ez nem fog, ebből nem lesz semmi, az emberek nem akarnak hangokat hallani, hanem ez kell nekik, ami eddig is volt, és stb. És hát aztán bekövetkezik a tőzsdekrak is, és hát teljesen, hát hogy mondjam, anyagilag tönkre megy ez az ember, mert csinált egy rossz beruházást, tehát pont amikor a legelső hangos filmre időzíti az ő saját pénzéből finanszírozott néma filmjét, és hát teljesen bebukta az egészet, tehát mindenki a hangos filmet nézi, és kiröhögi, hogy hát ez mit akar még ez az öreg grimaszoló majom. És akkor hát a film egy kicsit ilyen szerelmes filmbe is átmegy, mert összeismerkedik egy akkoriban háttértáncos nővel, aki egyre magasabban kerül a ranglétrán, és hát ő lesz a hangos filmek új sztárja, mert ugyebár új arcok kellnek ez az új technológiához. Hát azt kell mondjam, egy élmény volt ezt moziban megnézni. Nem mondom azt, hogy a film hibátlan, és atyavilág, ez megforradalmasítja a filmvilágot. De az, hogy 2012-ben nézhetek egy friss néma filmet, ami ráadásul 4:3-as formátumban is van, tehát az egész vásznat nem is tölti ki a kép, tehát ugyanúgy csak egy, mint a régi tévék, olyan felbontásban, vagy hogy mondjam, olyan méretben látod. Érdekes volt. Az is érdekes volt egyébként, hogy helyenként még zene sem volt, tehát van, hogy egyszerűen síri csöndben zajlanak a dolgok. Egyik ilyen jelenetben akkorát korgott a gyomrom, hogy szerintem még két sorról hátrébb is meghallották. Tehát, és tök csönd volt a moziban, tehát igaz, hogy nem ilyen multiplexben néztem, tehát nem volt popcorn hang meg ilyenek. És az is érdekes volt, hogy a nézőtéren emberek 90%-a talán 20 és 30 között volt, tehát akik velem együtt talán úgy gondolják, hogy úgysem látnak több ilyen lehetőséget az életében, hogy egy ilyen néma filmet megnézzen. Úgyhogy... És tényleg nincs egy deka hang se a filmben? Van a végén egy slusszpoén, amit most nem akarok lelőni. Illetve van egy nagyon jó álom jelenet, az tényleg emlékezetes lesz. Na ott játszik ezzel a úgymond negyedik dimenzióval, tehát ezt érdemes lesz megnézni, megfigyelni. Tehát pillanatra megzavarodtuk, hogy most mi van, de aztán kiderül, hogy egy álom jelenet. Tényleg nagyon jól megcsinálták. És ez még el kell mondani a filmről, tehát a története kicsit előrelátható, kicsit naív, tehát nagyon tehát szándékosan persze, de nem tudom, hogy belegondoltam, hogyha egyébként erről a témáról, hogy átváltás, erről is születtek már filmek, nem néma filmek, és elgondoltam, hogyha most ebből ezt a sztorit egy az egyben megfilmesítenék hanggal, akkor lehet, hogy nem lett volna olyan sláger, tehát az a film okosan él azzal a geggel, vagy én nem is tudom, mémmel, hogy ez egy hang, vagy egy néma film, érte 2012, hát ez milyen királyság már, meg ilyenek. És
tényleg ügyesen is csinálja, tehát nagyon, nagyon ügyeltek arra, hogy, hogy tényleg egy régi néma filmnek a hangulatát visszaadja. És esetleg az volt zavaró tényező, ami néha így ebből a... Hát teljesen elmerültem, hogy atyavilág, ez tényleg olyan, mint egy régi néma film. És filmben talán az a hiba, hogy helyenként megjelenek ilyen ismertebb amerikai színészek, akiket ismersz innen-onnan, és ez így megtöri ezt a varást, hogy tudod, hogy érted, John Goodman az egy aktív színész, érted, ez nem régi film, vagy ott volt a Borátból Azamat Bagatov, nem tudom ki is emlékszik még rá, az is szerepel benne, meg a sofőrje, az is egy sokat látott színész, például a Szigorúan Bizalmason benne volt, vagy a 24-ben ő volt a Kiefer Sutherland apja. Tehát ezek ilyen kis zavaró tényezők voltak, tehát talán valamivel szerencsésebb lett volna, hogyha teljesen ismeretlen arcok, tehát ezek mind francia színészek egyébként, akik benne vannak, a főszereplő is nem is egy olyan nagy francia sztár, meg a színésznő is. Tehát tényleg van, mert szerencsésebb lett volna, ha teljesen francia arcokkal adják el. Ja, szóval én tartok tőle, hogy ez a film tarolni fog, mert még ha nem is azt mondanám, hogy az év legjobb filmje, de belegondolok, hogy majd így gondolkodnak az Oscar, nem tudom, hogy szavazók, vagy nem tudom, hogy nevezem őket magyarul, hogy az emberek visszanézik a listát, hogy 2020-ban, hogy 2012-ben egy néma film nyert. Hú, hát ez tök érdekes, és ez így kilóg a sorból. És nem tudom, szerintem nagyon sik lesz ezt a filmet díjazni, úgyhogy én egyértelműen arra tippelek, ahogy sokan máson is, hogy ez a film fogja megkapni a legjobb film díját. És gyanítom, nem az egyetlen, mert a színészek tényleg jók voltak, tehát a főszereplő egy ilyen iszonyat flegma, nem tudom én, ilyen jól érzékelteti a film, hogy teljesen el van szállva magától, és nagyot koppan, amikor már nem nagyon kíváncsi rá senki. Ez is egy olyan kritika pont a filmben, hogy nem teljesen értettem, hogy ez az ember miért lett ennyire elveszve, hogy miért került a sűjesztőbe, mert érted, csinál az ember egy szarfilmet, most mondok valamit, hogy nem tudom én, Jim Carrey csinálta a Kábelbarátot anno, amit mindenki utált, egyébként én egész jónak tartom, de mindenki szétszette, attól érted, két évvel később még nem köpködött rá senki, tehát érted, elkönyvelte az ember, hogy volt egy szarfilmje, azt kész, azt, vagy akár hát több szarfilmje. Hát így gyakorlatilag azért láthatjuk kvázi Hollywoodot felnőni. Hát igen, de az sem volt teljesen tiszta nekem, hogy ez az ember miért nem vállalt be végül hangos filmet. Mondta, hogy soha semmi, meg nem is mondták, hogy szar a hangod, mert hogyha valami ilyen Mickey meg Mickey egér hangja van, vagy valami, akkor azt mondom, hogy oké, hát érted, hogy nem akar hangos filmet, de semmi erről nem volt szó. És ha most az opciója, hogy nem tudom én, eladja mindenét, vagy csinál egy hangos filmet, egy ilyen nagy név, akkor nem értem, mi a francia nem vállalt be hangos filmet. Nem, mert pont ez volt a film üzenete? Tehát, hogy vállalni kell a változást? De, hát nem tudom, tehát rengeteg szimbólumot használ a film. Egyébként ezt elfelejtem mondani, hogy tényleg rengeteg a szimbólum használat, tehát a színésznek a felesége egyszerűen felszólal, hogy nem tudom, elhidegült a kapcsolatuk, és így megszólal, hogy szólalj már meg! Tehát így... Aha. Tehát érted, hogy ez kétértelmű. Mit mondjak? Még a film, amivel bukott, például úgy végződik, hogy így elsüllyed a homokban, meg ilyenek. Tehát tényleg így a sűjjesztél. Nagyon okosan bánik ezzel is. És egy tényleg klassz kis film, nagyon kedves kis film. A végén van egy olyan táncjelenet, tehát én táncjeleneteket nem nagyon csípem. Tehát ez ami beszarás. Fú, anyám, tehát olvastam Wikipédián, hogy 5 hónapig gyakorolták, és meg is látszik rajta, tehát maximális respekt. Ha lenne a legjobb táncjelenet Oscar, akkor következő 5 évre ez nyerni, az biztos. Ez a csaj, igen, bocsánat, a csaj magas sarkuban, érted? Úgy járja a táncot, beszarás. Igen.
Most igazából felkeltette az érdeklődésem, egy kicsit meg vagyok lepve, azt hittem, hogy neked nem tetszett a film. Nem mond. Én azt mondom, hogy létjogosultságon, hogy jelöljék, már csak azért is, mert volt valaki olyan bátor, és csinált egy ilyen filmet 2012-ben. De hogy most ezt mondanám, hogy az év filmje, tehát tavaly, nem tudom én, a tavaly jóval erősebb mezőnyből szerintem legtöbb ezt túl teljesítő repipálná, de mondom, szóval ha az Artist kapná meg a legjobb díjat, tudnék vele élni, tehát... Igen, egyébként sokan mondják, hogy jó film, kíváncsi is vagyok rá, én csak azt látom a dologban, hogy picit veszélyesnek, de mondjuk én, nekem van egy minimális, nem is annyira minimális üldözési mániám, tehát hogyha most az Artist Oscarra a zsebében fog hazatérni, akkor szélsőséges példa, de simán el tudom képzelni, hogy valaki fel fog eleveníteni mondjuk egy régi, hasonló korszakot, és mit tudom én, moziba fognak küldeni egy rádiójátékot. Hogy miért nem. Tehát én azt látom, én egyébként az az érzésem, hogy lehet, hogy Hollywood azért, vagy az, a filmakadémia azért jelöli az Artistot, mert végül is egy válveregetés, tehát valahol gyakorlatilag betekintés Hollywoodba. A kulisszák mögé kicsit láthatják az emberek, hogy milyen ez a filmipar, vagy hogy éli ezt meg egy olyan korszaknak a színésze, ami ma már nem elérhető, tehát nem ismerjük, akik ma filmjárók valószínűleg a büdös életben nem láttak néma filmet. Igen. Én sem tehát, túl sokat egyébként, tehát hát nem is persze talán, talán a Nosferatu-t láttam, a Metropolis-t akartam, de valahogy az nem jött még össze. És az igazság, hogy néztem is a moziban, és mondtam, hogy hú, ez nagyon érdekes volt így nézni, meg ilyesmi, de azért ebből nem csinálnék rendszer, tehát... Igen. Nem, tehát nem akkor azt csak mondom, így... hogy nem mondanám azt, hogy most film után reneszánszát élné nálam a néma film, mert úristen, most ez összeset pótlom, de erről igazából nincs szó, de szóval tényleg érdekes volt megnézni moziban. Ez egy csendes hobbi. És egyébként érdekes volt az is a filmben, hogy a film úgy kezdődik, hogy a 20-as évek moziában nézik ezt a filmet. És passzus, ahogy néma filmet, ott tényleg egy élő zenekar ott alájátsz a zenével, az emberek estéi ruhákban nézik a filmet, és tapsolnak meg ilyen, úristen, mondom, hová fejlődött a mozi is azóta. Tehát nem mondom már azt, hogy nyakkendőbe akarnék járni moziba, tehát ezt nem sírom vissza, de nem tudom, valamivel tök klassz, hogy így megtiszteltek még annó egy ilyen dolgot, ma meg már érted, ha nem nachóval mész a moziban, akkor moziba, akkor már hülyén néznek rá, tehát nem tudom, hát, hogy meg volt a tisztelete. Hát egyébként van még egy apropója annak, hogy igazából az Artistát erre jelöljék. Tehát túl azon, hogy ezek szerint egy jó film, egy fontos korszakot dolgoz fel, Hollywood számára egy különösen kritikus időszakot. Érdekes ez a képi váltás, amit mondasz, például a néma film, a fekete-fehér filmek, de inkább a némaság. Tehát ahogy hangot kapott, tehát megjelent egy új tartomány gyakorlatilag ebben. Ezt a fajta áttörést például a 3D-vel nem tudta elérni Hollywood. Így gyakorlatilag duplán jelentőséget nyer az, hogy annó milyen előrelépést jelentett a gyártásban, és hányak életét tette tönkre, ugyanakkor másokétnek hogyan emelte fel. De van egy másik érdekes momentuma, hogy most február 1-én volt 125 éves Hollywood, tudtad? Nem. Nagyon durva. Úgyhogy gyakorlatilag évfordulója. Azt tudom, hogy 100 van. Éves lesz lett a Universal, de hogy Hollywood, azt nem tudom. Úgyhogy, 125 éve van Hollywood. Úgyhogy több mint egy és egy negyed évszázad. Úgyhogy tényleg ez szerintem egy ilyen csillagasat az ő megérdemel. Szerintem simán ezt megünnepelnek, megkoronázhatják azzal, hogy a korszak egy történetének átadják a szobrocskát. Igen. És nagyon, tehát egy commerce film úgymond, de annak ellenére ilyen mindenki talál benne valami, tehát vannak benne egyértelmű poénok, vannak benne olyan, amiben az érettebb emberek fognak csak fel, ahogy mondtam, van benne szimbolizmus, úgyhogy van benne egy iszonyat jó fejkutya, tehát az a kutya,
Nem tudom, hogyha film után, nem tudom, ennek a fajtának nagyon megnő a kereslete, van olyan nézésem. De szóval tényleg egy klassz film, nem mondom, hogy hibátlan, de tényleg látványos. És az is érdekes volt egyébként, hogy tényleg tartotta magát mindenki, hogy ugyanolyan formátumban forgatnak, mint annó. Például a filmben nem volt egy zoom sem, tehát mert akkor még nem volt ilyen, hogy zoom, nem közelítettek rá senkire. Hanem tényleg csak ott voltak és kész, tehát ja, érdekes. Tehát na, érdekes filmélmény, ajánlom nektek tényleg. Most akkor meg fogom nézni én is. Na, akkor említsük pár szóban a Leleményes Hugót, amit egyikünk sem látott, mert még nem adták Magyarországon. Ez is egyébként mozis témájú, ha jól tudom, mert ez is egyfajta, nem tudom én, szerelem nyilvánítása a mozis korszaknak, vagy valami. Ez itt egy ilyen, fú, most annyira nem tudom már a film tartalmát, ez az igazság, hogy nem készültem ebből. Régen láttam a trailerét, a gyerek valami kulcsot talál, és ez mindenféle ilyen varázslatos, nem tudom én, kalandba vezeti, vagy én nem tudom. Valami általában egy ifjúsági film, Martin Scorsese rendezte, 3D-ben jelenik meg, ez is hála az égnek. És Martin Scorsese. Igen, és remélem, hogy adják majd 2D-ben is, meg különben én nem nézem meg. Nekem annyira elegem van Martin Scorsese-ben, hogy ezt neked el nem tudom mondani. Nem, én mi bajod van vele? Őszintén? Azon kívül, hogy a rossz filmért kapott Oscart. Nem volt az rossz, csak... Csak nem ezért... Nem, tehát lehet, hogy a film nem volt rossz önmagában, bár én a hongkongi után nem tudok neki megbocsátani. Hongkongi eredeti után a Szigorúan Piszkos Ügyek egy zseniális film. Csak úgy értem, hogy ennél sokkal jobb filmeket is csinált, meg sokkal... hogy mondjam, sokkal elfogadottabbak. Tehát pont egy remake-re kap ez az ember Oscar, tehát nem tudom valahogy. Igen, tehát elég sok gondom volt nekem például ezzel a jelöléssel, még annó. Most nem akarok igazából most a korábbi Oscaron rágódni, mert ez egy dolog, de szóval azért nekem például volt pont a Departed, mi volt a magyar cím? A Tégla. A Tégla előtt csinálta például az Aviátort. És nekem az Aviátor például tetszett. Igen, jó az. Szerintem egy tök jó film volt. Jó, hogy nem volt egy, mit tudom én, hűdepörgős dolog, de most is nem, Howard Hughes-nak ilyen volt az élete, most nem tehetünk róla. De szerintem egy teljesen jó film volt. Most az, hogy az Aviátorért nem kapta meg, hát szerintem ezt nem azzal kellett már vigasztalni, hogy egy remake-ért viszont odaadják neki. Igen. Az Oscar. És igazából... Én megmondom őszintén, hogy az utóbbi években nem is voltam maradéktalanul elégedett a Martin Scorsese-nek a filmjeivel. Jó, az Aviátor az jó volt, de azért... New York Bandái. Az nagy... Igen, New York Bandái. Ez azt meg sem néztem. Nem tudom mi az, vagy azóta sem éreztem magamban készítetést. Én a Vihar szigetet azt egy... Nem tudom... Tehát lehet, hogy az a baj, hogy a Gorefest elég sok film, ilyen hasonló film átfut a kezem között, de egy olyan szinten lerágott csontnak éreztem azt a témát, hogy oda megy a fazon, akinek mindenféle baja van, lát dolgokat, mondanak neki dolgokat, és húha, kiderül a nagy csavar a végén, ami az, hogy, és akkor így nézem, hogy ezt már a videótékák polcán, ezt minden hatodik filmben meghívazzák ezt a történetet. Most az, hogy Martin Scorsese kitalálta, hogy ő ezt most moziban fogja bemutatni, attól ez még nem egy akkora csavar, ez csak azt mutatja, hogy nagyon sokan nem járnak videótékába. És mindegy, szóval én attól sem voltam elhúlva, és megmondom őszintén, a Leleményes Hugó, az így a történet alapján nagyon, nagyon nem pörgetett fel. Kettő függetlenül, ez tudja, hogy az én hibám, tehát tudni meg fogom majd nézni, de és egyelőre egy Martin Scorsese az nem ezzel fogja visszalopni magát. Nem tudunk hozzászólni, tehát lehet, hogy a világ legkirályabb filme, nem tudom, általában elég jó a fogadtatás. Tehát én hallgattam külföldi podcastben, hogy tényleg, nem tudom én, 10-ből 10-et adtak, hogy ez egy klassz ilyen bemutatás a korszaknak. Tehát egy ifjúsági film igazából, egy gyerekfilmszerű akármi, tehát nem egy vérkomoly alkotás. Meg kell nézni, aztán okosabbak leszünk.
Jó, Nem hát ez... örülnék neki, úgymond abból a szempontból, hogyha ez nyerne, mert akkor nem tudok hozzászólni, mert hála az égnek a magyar forgalmazó eltolta a megjelenését, mert pont még megnézhettem volna az Artisttal együtt egy nap, de eltolta márciusra, úgyhogy erről lemaradtunk sajnos. Na, ugyanez a helyzet a Rém hangosan és Írtók közellel is, ami egy Tom Hanks, Sandra Bullock, Max von Sydow dráma, egy könyv alapján íródott, hogy a Tom Hanks meghal szeptember 14-én a World Trade Centerben, és a fiával állandóan ilyen kincskereső kalandokat játszott, és aztán gyerek talál egy kulcsot nála, és aztán ebből áll a film, hogy megpróbálja megtalálni, hogy mire való ez a kulcs, és nem tudom, szóval általában a film nagyon jó, de bocsánat, a könyv nagyon jó, de a film az nem kapott túl jó fogadtatást. Tehát 6,5-ön áll IMDb-n, 46 a Metacritic-en. igen. Tehát nem volt jó visszhangja igazából, és megnéztem a trailerét, nem tudok ezzel így mit kezdeni, tehát meg kell nézni ezt is, de nem tudom, valahogy nem éreztem a trailerén azt, hogy tyűha, ez aztán valami kihagyhatatlan. Hát igen. Tehát nem tudom, én egy-két kritikát olvastam róla, de igazából csak így szabad időmben, és ott például a kisrácot emelik ki negatív Igen. pontként, Igen, hogy ő tehát mennyire. hallottam, hogy ott van nála ez a hangszer, most nem tudom mi a magyar neve. Mindegy. Ez a Köcsögkutat. csörgő szírszar. És azt rázza állandóan, és azzal járja a várost, és mint valami autista gyerek, vagy nem tudom, így rázza állandóan, nem De nem tudom, az tehát. egyébként a filmben? Hogy? Nem az egyébként a filmben, te nem autista? Igen, nem tudom ezt. Na mindegy, tehát csak annyit tudok róla, hogy na mindegy. Hát ezért biztos nem fogok drukkolni ezért a filmért, tehát a száz Igen, százalék. igen. Nem tudom, valahogy ilyen túl gicsesnek néz ki az Istán egy kicsit, de nem tudom, nem akarom bántani a filmet indokolatlanul, úgyhogy nem láttam, de majd ezt is meg kell nézni valamikor. Na, Jó, és akkor az utódok van még hátra, ugye? nem, még van az Éjfélkor Párizsban, na ezt gyorsan lezavarom. Woody Allennel hogy állsz, Zoli? Rosszul. Rosszul, jó. Én sem láttam még életem egy Woody Allen filmet, azt kell mondjam. Én Lehet, hogy láttam. láttad? Jó. Én Na, jó. láttam a gyilkosság Brooklynban, vagy Fogalmam sincs, valami Zoli. hasonló Semmit nem volt. tudok erről az emberről, azon kívül, hogy ilyen most nagyon divatos szemüvege van, és volt valami, nem tudom én, szex aférje még régebben, hogy nem tudom én, adoptált lányával járt, vagy nem tudom, lehet, hogy a hülyeséget beszélek, tök mindegy. Szóval az a lényeg, hogy Woody Allenről semmit nem tudtam előtte, ami a filmjeit illeti. Megnéztem ezt az Éjfélkor Párizsbant, rövidre zárom, borzasztó film. Tehát, hogy ez, érted, ez még a Hadak utyánál is rosszabb szerintem. Az igen. Tehát arról szól a film, hogy ott van, úristen, hogy hívják, Owen Wilson, a Na, ferdeajrú pasas. egyre jobb. Igen, és ő egy ilyen írót alakít, és ott van feleségével Párizsban, és a feleségének a szülei is ott vannak, és a feleségének ott van a régi, nem tudom én, aférje, vagy akármi, és ez mind Párizsban összefut, és jaj, de vicces, és a pasas nem akart egyszer elmenni táncolni, vagy valami, és piásan leült egy téren Párizsban, és aztán hirtelen jött egy ilyen 20-as évekbeli kocsi, vagy ilyen, nem tudom, ilyen autó, és aztán beül, és aztán elmegy, nem tudom, valamilyen régi bárba, vagy ilyen, nem tudom, és kiderül, hogy ott van Ernest Hemingway, ott van Mark Twain, és Na. későbbi napokon Picasso-val találkozik, minden éjfélkor ott van a téren, és elmegy ezzel a kocsival, és így néztem, mondom, mi van, érted, hogy... És ilyen időutazások vannak állandóan, és egyszerűen semmiféle érzelmem nem volt a film nézése közben, nem volt vicces, nem volt izgalmas,
ez is na, mi van ezzel a szóval már? Na, Zoli, mi van ki? Pedig nem is ittam még. Szimbolikát használ, hogy régen minden mennyivel jobb volt, és nosztalgia, meg az a könyvében is a főszereplője az ilyen nosztalgia shopot vezet, és szóval végig használja ezt az utalást, és nem tudom, egyszer annyira nem tudtam ezzel a filmmel mit kezdeni, hogy az valami bámulatos, egyszerűen untam minden percét. Ez hihetetlen, és így fogtam a fejem, hogy te jó Isten, érted, ez egy Oscarra jelölt film, hát ne szórakozzunk már, érted, ez az erővel a nem tudom én, a Muppetsnek kétszer annyi létezősorsága van. Pedig nem akarom leszólni a Muppetset, de érted, annak sincs keresni valója egy legjobb filmnél szerintem. De a Muppets legalább jó volt, de hát ez a szar, hát ez nem tudom. Szóval most lehet, hogy Woody Allen rajongók köpködni fognak rám, nem tudom. Hogyha ez a Oscarra jelölt filmje, akkor többit már meg sem nézem, mert fú. Elnézést, egy kicsit csörögtem. Jó, nyugodtan. Mert itt közben öntudatra ébredt mellettem a tengeri malacon. Na. Ezt meg csak akartál magyarázni. Egyébként teljesen egyetértek veled. Mondom én ezt a gyilkosság Brooklynban láttam egyedül Woody Allentől, és arra emlékszem csak, hogy marha jól szórakoztam rajta, és egyszer csak elaludtam. Igen. Tehát ja. még az egy jó film is volt. Ja. Szóval nem. Ez a komolyan már az volt a filmen a csúcspont, hogy ilyen szép párizsi, nem tudom én, ilyen látképek voltak, meg Versailles, meg ilyenek. És én voltam Párizsban, és az az érdekes, hogy egyáltalán nem szép élményekkel távoztam onnan. Tehát nem szerettem bele abba a városba, hogy őszinte legyek, mert tele volt szeméttel, és nem tudom én. Bementünk a csodálatos, szuper metróba, meg úristen, micsoda jó metró. De az egy dolog, hogy az aluljáróban szó szerint térdig érő szemét volt, és voltak ilyen járatok középen, hogy ott menjél valahogy, hogy ott csak talán bokáig ér. De amint beléptünk az első vagomba, hogy metrózunk egyet, kb. 10 másodpercen belül megpróbáltak kirabolni minket, úgyhogy nagyon frankó kis hely volt. Úgyhogy, ja. Szóval nem szerettem bele Párizsba ebbe a filmbe, aztán végképp nem. De még ez volt a legjobb az egészben, hogy szép utcákat nézhettünk. Na, akkor lépjünk tovább egy szerintem jó filmre, szerinted kevésbé jó filmre. Vajon melyik lehet ez? Csak nem az Utódok. De bizony az. Az Utódok? Huha. Hát mit mondjak erről? Mondd el röviden, hogy miről szól. Az Utódok? Elnézést. Ez jó is, mert akkor elmondom, mert lehet, hogy én félreértettem valamit, és az volt vele a problémám. Azt még hozzátenném gyorsan, hogy én az Utódokról akartam cikket csinálni. Uh-huh. Aztán letettem róla. Nemes egyszerűséggel azért, mert elkezdtem írni, és rájöttem, hogy életem egyik legszarabb videóját tudnám ebből összerakni, mert egyszerűen nem tudnék róla amit mondani. A történet igazából annyiról szól, hogy van a George Clooney alakította, hát talán... Nem is tudom, hogy kicsoda. Tehát nem is tudom neki, mi a foglalkozása. Tehát, ingatlanos volt. Ingatlan tulaj. Nevezzük őt ingatlan tulajnak. És gyakorlatilag arról van szó benne, hogy látjuk az a film elején, hogy a felesége kómában van. Ez a szépen, hogy körögnek előre az események. Kiderül, hogy a kómában lévő feleséget azt nem tudják visszahozni a klinikai halál állapotából. Úgyhogy megkérik a Clooney-t, hogy búcsúzzon el a nőjétől. Uh-huh. Clooney ennek apropóján összegyűjti ugye a családi hozzátartozók apraját, nagyját, de hát ugye az lenni szokott. Már a régi kapcsolatok felelevenítése közben hirtelen kibukik, hogy bizony az asszony az félrek egy kintet. Ennek majd ugye kapjuk a különböző árnyalatait, hogy hányszor, hogyan, hol, kivel. Milyen pózban. Milyen pózban, igen.
Nem, De ez nem, hát, hülyéskedik. de ugye aztán közben belemerülnek abba, hogy a család, fel kell venni a Clooney-nak a kapcsolatot hogy hívják, egyébként valamilyen King. Nem tudom, mi a filmbeli neve. Matt King talán, nem tudom, mindegy. Tehát kérdő, hogy a lányaival is el van hidegülve a viszonya, a közvetlen közelében élő lányával is. Van egy, aki a felnőttebb, a idősebb lánya az a még rosszabb a helyzet. Ez gyakorlatilag igazából az egész, én úgy vettem észre, hogy a film maga az a helyes döntésről szól. Tehát az, hogy hogyan viszonyuljunk a szerettünkhöz, akiről hirtelen szörnyű dolgokat tudunk meg, de tudjuk, hogy egy súlyos döntést kell hozni, egy olyan döntés előtt állunk, amit ez nem minden nap kényszerül az ember, hál' Istennek, meghozni. Ezt még gyakorlatilag feldobják azzal, hogy ugye a Hawaii utolsó érintetlen főhagyjét is apró pénzé kéne tenni, nem csak a Clooney miatt, hanem a család is ugye pályázik erre az összegre. Ezzel kapcsolatban is helyesen kéne dönteni. Tehát én értem, hogy sok mindent el akarnak mondani, lehet, hogy kevesebbet kellett volna nekem abszolút nem jött át a célja a filmnek, hogy mit akar nekem ebből elmondani. Tehát hasonló kategóriából én biztos nem a utólagat indítottam volna. Most, hogy kategória szintjén az utóbbi fél év, talán George Clooney filmét emelném ki. Abból is egyébként egy másik jelöltet, amit a legjobb filmben nem indítottak, de azt hiszem talán adaptált forgatókönyvben, igen, vagy eredeti forgatókönyv, ez a Hatalom árnyékában. Szerintem az egy komplexebb üzenettel bír a maga módján. Ez a utódok az én meglátásom szerint annyira nem volt megrázó, hanem újszerű, de tudom, de nyitott vagyok, hogy te hogyan láttad, mert lehet, hogy én sikottam el valami fölött. Nekem a filmben nagyon tetszett, hogy teljesen máshogy közelítette meg ezt a témát, tehát haldoklós témát szerintem már jó párszor láthattuk. De ami ebben a filmben tetszett, hogy igazából senki nem volt szent. Tehát nem tudtál könnyekig meghatódni a feleségen, mert tudod, hogy csinált olyat, ami miatt nem kell feltétlenül teljes mértékben szimpatizálni vele. Tudtad, hogy a George Clooney miatt elhidegült a kapcsolatuk, tehát ő is ludas ebben, hogy a feleség is félre kettyintett, ahogy te mondtad. Ott volt a nagyobbik lány, aki nem tudom, összeveszett az anyjával, szintén nem ok nélkül, de azért neki sem így kellett volna, ahogy csinálta. Nem tudom, valahogy tetszett az egész, hogy megható volt, amikor meghatónak kellett lennie. Volt egy poéngyáros gyerek, aki sokan vitatkoznak rajta, hogy tényleg szükség volt erre a fazonra a filmben, a nagyobbik lánynak a barátja. Tehát végig velük tart, pedig ilyen intim családi témákról van szó, és a George Clooney rüelte a pofáját, hogy ez most miért van velük, aztán a nagyobbik lány mondta, hogy azért vagy ő itt van, vagy én nem, és stb. Valahogy mindig ott volt, és az elején, fú, anyám nagyon, nagyon gonosz mondatokat mondott helyenként, tehát így politikailag nem korrekt nevetni valók voltak. De a végén ő is valahogy így megkomolyodik, és így az ember megszereti valahogy. És a filmben talán a legmeghatóbb jelenet, vagy legmegrázóbb az volt, amikor a feleséget már lekapcsolták, és ott vegetált, és magára hagyták. Igazából ez nem spoiler, mert ez tudja az ember, hogy ez lesz már trailer alapján is, és George Clooney ott elszámol vele, hogy teheted ezt velem, meg ilyen, meg az, és a végén mégis úgy fejezi be, hogy a szerelmem. És nem tudom, ez valahogy így meghatott, hogy annak ellenére, hogy így váltak el, mégis vannak érzelmei feléje, és az is tetszett, hogy bontogattak egy olyan történetszálat, amit másút még nem nagyon láttam, hogy nevezetesen megkeresték azt a fazont, akivel félrelépett a felesége. És ez egy nagyon érdekes dolog volt. Lehet, hogy nem
volt teljesen életszerű, ahogy megfilmesítették, hogy családos, érted, konfrontálják, nem tudom, az nem, ahogy mondom, nem volt életszerű, de annak ellenére nagyon érdekes volt, és izgalmas, és nagyon klassz volt, hogy azok is hogy viszonyultak hozzá. Tehát az George Clooney is úgy ment oda, hogy utálom a pofádat, és menj a francba, érted, hogy ezt tetted velem, hogy feleségemmel ezt csináltad, de mégis megadom neked az esélyt, hogy elbúcsúsz tőle, meg ilyenek. Tehát nem tudom, ezek olyan dolgok voltak, amiket még nem láttam más filmekben, és ennek így örültem, mert valami plusz élményt adott nekem. És nagyon jó volt a filmnek a zenéje, nagyon tetszett a hát látkép, hát Hawaii-ról mi mást mondanánk, tehát az is tetszett, hogy Hawaii-t bemutatták úgy, ahogy talán nem nagyon láttuk, tehát Hawaii hát igen, talán mondhatjuk, kifejezetten csúnya volt Hawaii. Nem is azt mondom, hogy csúnya volt, a csúnya oldalát is megismerhettük, tehát megtudtuk, hogy ott sem szörfözik mindenki, és ott úgy vannak hajléktalanok, meg ilyenek, és nem csak magnumok járkálnak ott piros Ferrari-ban. Ja, nagyon, akit még kiemelnék, tehát igazából mindenki nagyon jó színészkedett a filmen, George Clooney is klassz volt, de ugyanúgy, mint tavaly talán a... Na, hogy hívják a királybeszédben, Colin Firth, mindketten klassz teljesítmény nyújtottak, de nagyon hálás szerep volt, George Clooney-nál ugyanez volt, tehát most fogtad volna Tom Hanks-et, és kicserélted volna George Clooney-val, ugyanannyira jól film lett volna, tehát beraksz egy minőségi színészt, akkor a szereplő kicserélhető, mert a karakter az nagyon hálás. De ennek ellen nem akarom George Clooney teljesítményét, nem tudom én, rosszabbá tenni, mint amilyen volt, mert egyáltalán nem erről van szó. De mégis kiemelném még mellette a legkisebb lányt, aki szerintem marha jó volt. Nem tudom, te hogy voltál vele, az... Hát, benne nem hagyok mély nyomot. Nem hagyott? De... Olyan kis, nem tudom, kedves, hát ilyen talpra esett, pimasz, de mégis ilyen kis szerethető, lökött kis csaj volt. Tehát... Én igazából lehet, hogy velem van a probléma, de én falra mászom az amerikai családmodelltől, amit a filmben ábrázolnak. Tehát ezt, hogy az apának a gyerekek gyakorlatilag minden következmény nélkül beszólnak, meg elküldik a sok esetben olyan szavakat használnak rá, amit én már, hogyha gondoltam, ha felmerült volna, ez nem, szóval mindegy. Hát ez nem volt véletlen. Hát azt mondták, tudom, hogy azért, mert az anya szerepe volt. Ez a George Clooney így teljesen ott maradt, és hello, most hogy bánok a gyerekeimmel is? Hát igen, én ezt értem, de tudom, hogy van oka, csak nekem igazából nekem úgy tűnik, hogyha ez viselkedés, ez így ürügy lenne. Tehát az, hogy látott valaki valamit, ettől tudom, meg tudja viselni, meg lehet szörnyű, lehet furcsa utána a viselkedése, de az, hogy konkrétan utána gyakorlatilag konkrétan tényleg egy darab szarként kezelje a saját szüleit, de egy kimondva és az egész viselkedésében ez rajta legyen, hogy gyakorlatilag úgy széli csövessel nem bánik úgy az ember, mint ahogy néhány filmben látszik, hogy a szüleikkel bánnak a fiatalok, hát ez, egyszerűen ez nem tudom hova tenni. Uh-huh. És nem képmutató akarok lenni, csak egyszerűen ez is visszaköszön nekem ebből a filmből. Hát az itt ez nem volt végig, tehát ott volt egy kulcsmomentum a filmben, amikor a George Clooney úgymond belátta, hogy azért nem tud mindent az anyjára, vagy a feleségére kenni. Tehát ő ugyanúgy ludas volt ebben, hogy így a kapcsolat félrement. És onnantól kezdve a nagyobbik lány, akivel abszolút nem volt jó viszonya, így teljesen elfogadták egymást. A nagy lány így örült ennek a gesztusnak. És onnantól kezdve tényleg ilyen csapatként működtek. Nem tudom, nekem nagyon tetszett. Hát nem, ez is egy olyan film, érted, az Utódok jó film, nagyon klassz film volt szerintem, de ezt sem érzem úgy, hogy egy jobb évben, érted, be kellett volna kerülni a legjobb filmek közé. Hát egy jobb évben biztos, hogy nem. És az az érdekes, hogy végignézem a listát, akkor igazából ez szinte elmondható mindegyikről. Pontosan. Bár mondjuk nem láttam, de mondjuk engem nagyon érdekel az abján, amit elmondtál, az Artist.
Igen, tehát az Artis lóg még ki az összes közül talán leginkább, de csak a néma filmes dolga miatt. De hát nem tudom, valahogy így utólag, mielőtt láttam volna a legtöbb filmet, akkor azt mondtam, hogy te jó Isten, milyen lista ez. De aztán így utólag megnézve, segítséget is megnéztem, abból sem vártam túl sok jót, de abszolút pozitívan meglepett. És ugyanaz elmondható az Artistról is, meg a pénzcsinálóról is, amiről mindjárt beszélek röviden. És nem tudom, így utólag azt mondom, hogy ezek talán nem is olyan gáz ez a lista, de mégsem az, hogy azt a mindenit, érted, hogy. Ja. Hát ez már csak így megy sajnos. Úgyhogy, ja, azt mondom, hogy Jó. utódokra én azt mondom, hogy nézzétek meg. Zolinak kevésbé jött. Igen, nem vagy egyedül ezzel, sokan mondták azt, hogy nem tudtak ezzel a filmmel mit kezdeni, Nekem nincs problémám azzal, hogyha egyedül vagyok vele egyébként, mert elő szokott fordulni, hogy kisebbségben vagyok a véleményemmel, de így éreztem. De itt nem vagy egyébként, sokan mondták, hogy nem tudtak mit kezdeni ezzel, tehát nem hatotta meg őket, nem tudom, itt csak nézték, és azt mondták, hogy oké. És most? Jó. Igen, most ragadtad meg a lényeget. Tehát is ez volt a végén, hogy én néztem én is, hogy amikor megtörténik az utolsót, ülnek a kis kenúban és csinálják, amit csinálnak. És ott ültem, és néztem, hogy és akkor most ez így hogy lesz tovább. Tehát itt... Na mindegy. Majd, hogy megnézik a kedves hallgatók, akkor majd... Azért jobb, mint a hadakutyán, azt azért Hát jó, de mondjuk. nagyon alacsonyan van a léc a hadakutyán. És milyen létsz az éjfélkor Párizsbanhoz képest, a jó Isten? Hát én nem tudom, tehát az alapján, amit elmondtál, szerintem nem tudom, több üzenet van abban, hogy így elnézek a tengeri malacomat, hogy szélre teszik. Aha. Jó van. Hát talán majd 2013-ban a filmet jelölik majd. Best Úgy. of Otherworld, tengeri malac. Na, Szóval. egy film maradt még hátra, ezt a pénzt csinálva gyorsan ledarálom. Brad Pitt alakít egy baseball menedzsert, aki egy újfajta, nem tudom, ilyen szoftverrel, egy közgazdásznak a segítségével ki akarja próbálni a legjobb baseball csapatot lehető legkevesebb pénzből. Ezt úgy csinálja, hogy akiket mások kidobnak, hogy ez nem tudom én, ez szarul fog labdát, akkor ők befogják, hogy lehet, hogy szarul dob labdát, de viszont jól üti, és utána így összeállítják a csapatot, és ez mindegy valós történeten alapszik, egy megtörtént eset. Ezek az a jó, hogy mivel baseball nem nagyon érdekli a magyarokat, engem sem nagyon, tehát nagyjából tudom a szabályokat, de ennél többet nem. Így nem is tud ezekről a nagyon érdekes sztorikról. Úgyhogy nagyon klassz film, Brad Pitt fantasztikus volt itt is. Főleg abban, hogy egy ilyen nagyon természetes fazont alakít. Tehát talán ez is a legkeményebb meló egy színésznek, hogy abszolút természetesen kell viselkednie. Ez nem tudom, én múltkor gondolkodtam el ezen, hogy talán könnyebb egy színésznek egy dadogó királyt alakítani, mint egy hétköznapi embert. Nem tudom, ez már nagyon filozófiába ment át. Mindenesetre a film szerintem nagyon klassz. Ugyanez elmondható, mint az utódokról, mint a segítségről. Klassz film. Nem mondom, hogy überelhetetlen. De szóval itt sem fogok sírni, hogyha ez nyerné meg a díjat, de gyanítom, nem ez fogja. Érdekesség a filmmel kapcsolatban, hogy nagy meglepetésemre a legjobb férfi mellékszereplőnek jelölték Jonah Hill-t, akit a nem tudom, Superbadből ismerhettek például, az a kissé dagadt fazon. Hát, hogy miért jelölték igazából, nem tudom. Tehát jó volt, de semmi több. Ő játszotta azt a közgazdást, úgyhogy érdekes Valakitől. dolog. Hát mindenesetre már az jó, hogy nem ilyen fingós komédiában van. Ez már jó lépés talán, de nem tudom, ez a legjobb mellékszereplőnek azért, ez kicsit erős. Na, legjobb filmek lezavarva. Zoli, mit Igen. gondolsz, ki nyer ezek közül, és kit szeretnél, hogy nyerjen?
Hát igazából szerintem nem nagy vakmerőség megtippelni, hogy ki fog nyerni a legjobb film kategóriában, de szerintem ezt együttesen is rá tudjuk vágni, de szerintem az Artist. Tehát egyértelmű, hogy a Néma filmes. Igazából nehezebb lenne ellene érveket felsorolni, mint mellett. Mint mellett. Tehát gyakorlatilag minden, tehát még a csillagok állása is mellette szól, és nem azért, mert az üzenete az annyira egyedi lenne. Tehát az, hogy a színésznek lenni nem könnyű, tehát azért ezt az üzenetet így nagy általánosságban már nem két hollywoodi filmtől megkaptuk. De maga a technikai megoldása, maga a mód, ahogyan tálalják ezt, ez annyira új, hogy ez már önmagában kiemeli ebből az egyébként kicsit szürke, kicsit már sokszor látott, sokszor sokféleképpen látott felhozatalból, ami egyébként a legjobb filmlistát úgy általában jellemzi. Úgyhogy én egyértelműen azt mondom, hogy egyfelől, hogy szerintem az Artist lesz, én várom is, hogy az Artist legyen, de azt továbbra is fenntartom, hogy szerintem nem, tehát emiatt nem fogok, nem biztos, hogy fönn fogok maradni évfélkor ott végig izgulni, hogy fú, ugye megnyeri az Artist, mert most nem érzem azt, mint a Király beszédénél, hogy azért jó lenne, hogy megnyerni. Hát én is azt mondom, hogy szerintem a legjobb film díját az Artist fogja kapni. Drukkolok is neki, mégis azt mondanám, hogy talán leginkább a kutyán. Igen. Nem, talán azt mondom, hogy az Utódoknak drukkolok leginkább, vagy a Segítségnek, vagy az Artistnak. Hát ez a három film az annyira, vagy akár a Pénzt csinál, és ez a négy az annyira egy szinten van, hogy bármelyikkel igen, jól el leszek. Az Utódok egy szinten az Artista? Én azt mondom, igen. De figyelj, az Artist, ahogy mondtam az előbb, az Artist attól eltekintesz, hogy egy néma film, és ez egy wow, micsoda happening, és akármi. Hát önmagában nem volt olyan bődületesen akármi. Tehát jó film volt, nem erről van szó, de az Utódok is jó film volt, és az Utódok az nem lehet néma film, úgyhogy e szempontból nem lehet így összehasonlítani, de mindkettő jó film volt. Nekem tetszett, és talán egy szinten is emelném őket. Azt is megkockáztam, hogy talán az Artist másodjára már nem is fog annyira ütni. Tehát én akár még ezt is gondolom róla, hogyha otthon nézed a lapos tévéden, vagy akár a régi módi tévéden, akkor lehet, hogy nem fog olyan élményt adni, mint így moziban, mivel moziban még büdös életben nem láthattál ilyet nagy eséllyel. Aha. Úgyhogy szerintem lehet, hogy ez is varázsolt el sok embert, hogy nagy vásznon láthat egy ilyet, amit egyébként még soha. Tehát... Na, és a legjobb filmek listájáról van-e valami, amit hiányolsz? Hát... Nem. Nem. Az a baj, hogy igazából, amit már talán kezdte elején is elmondtam, hogy én végignéztem a 2011-es listát, és nem tudnék olyan filmet mondani, ami tudom, nagyon legjobb filmre jelöltem volna. Nem megy. Tehát valahogy annyira sekélyesnek érzem a tavalyi évet filmfelhozatalból, hogy még az is, amire azt mondom, hogy jó film volt, az is csak az egyébkénti felhozatalhoz képes volt jó film. Tehát én nem tudom, tehát nem hiányolok róla semmit, még ezt is soknak tartom, hogy te küldtek. Igen, egyébként tényleg meglepő, hogy ahhoz képest, hogy azt mondták, hogy 5 és 10 film között lesznek, most már jelöltek, hogy ne legyen az, mint tavaly, hogy 10 jelölt kell, hogy legyen, és sok olyan töltelékfilm volt. Ahhoz képest szerintem ezen a listán is azért van bőven töltelékfilm. Hát jó, meg ez a felfogás is érdekes, hogy túl sok a 10 film, hát akkor egy 20-szervágással csináltak belőle egy 9-et. Na bum, hát ez tényleg nagyságrendi változás. Igen. Hát én egy filmet azért nagyon hiányolok. Lehet, hogy igen, sejtem melyiket. Csak megfeledkeztél róla, vagy neked annyira nem tetszett ez a Drive. És nagyon izé mérges voltam, hogy hol a Drive, érte? Néztem a listát, Drive, és egy nyavajás izébe jelölték ezt a klassz filmet. Legjobb hangvágás. Puff neki, hát mi az a legjobb hangvágás, érted? Ez ilyen kegyelem, Oszkár. Hát de érted, és az az érdekes, hogy lehet, hogy ez a sors iróniája lesz, és egy pofon utólag,
hogy jó, több mint egy évtizeddel ezelőtt mi volt ugyanúgy legjobb hangvágása jelölve, ami ma viszont kultfilm, a Harcosok klubja. És érted, akkor abban az évben mi nyert hogy hívják ezt a Kevin Spacey filmet, de hülye vagyok, hát tavaly néztem. Amerikai Szépség, na, az tarolt mindent, és ma kibeszél Amerikai Szépségről senki, Fight Clubról viszont, na, és ugyanúgy legjobb hangvágásról lett jelölve, ugyanúgy, mint a Drive, és ha csak nem az Artist nyer, azért megkockáztam, a Drive-ról jövőben többet fogunk hallani, mint akár a, nem tudom én, a Leleményes Hugóról, vagy a akármi másról. Azért én gondoltam, hogy hozzátennem, hogy azért az Amerikai Szépség az nekem nagyon-nagyon tetszett. Szerintem az film. Jó film, azt mondom, de most te visszagondolsz az utóbbi évtized legjobb filmére, vagy megemlítenéd, vagy én nem tudom. Hát nem. De előbb az utóbbi évtizedre visszagondolnék, hát azért lenne film, amit kiemelnék, az Hét Szentség. Uh-huh. De mondjuk tényleg nem az Amerikai Szépség lenne. Szóval egyébként érdekes, hogy bocsánat, hogy a legjobb hangvágás kategóriát itt nézem. Itt Tetovált lány is. Uh-huh. Tehát a Transformers 3-at is. Most legalább két kategóriában indították. És a Hada kutyán. Igen. Joy. Egy kicsit más hangsúlyra mondod, egy kicsit gyanús. Ja, szóval azért drukkolok, hogy ezt az egy szánalom díjat megkapja, mert azért hát el kell mondani, hogy a Drive-ban minden jó volt, csak vagy minden emlékezetes volt szerintem, de nem a hangvágás, érted? A legjobb zene, abban én 10 Oscart adtam volna neki, de általában nem indulhatott, mert nem volt eredeti filmre írt az egész, úgyhogy ebben most nem szállok vitába, mert nem értek ez annyira hozzá. Ja, de szóval meg legjobb főszereplő Ryan Gosling az igazán megérdemelt volna valamit, mert hiába nem tudom én, nem beszélt sokat, szerintem azért elképesztően jót alakított. Legjobb film az meg pláne, de gondolom túl erőszakos volt, úgyhogy az enyebenye. Ugyanakkor a nem vének való vidék ugyanúgy erőszakos volt, és mégis tarolt, úgyhogy... Hát nem hiszem, hogy az erőszakosság az nagyon visszafogja a dolgot, mert hát érted a Departed, tehát a téla. Tehát abban például a premier plánban lövik szét az embereket. Tehát olyan alpári stílusban beszélnek, tehát káromkodnak, végig káromkodják a filmet, senkit nem zavar. Jack Nicholson premier plán lóbálja a lőcsét, senkit nem zavart, tehát probléma nélkül jelölték legjobb Oscar filmre, és hát akkor miért nem jelölték ezt a filmet? Tehát neked nem tetszett? Vagy... Azért nem jelölték, mert neked nem tetszett. Igen. Volt be akadémiai tag vagy. Igen. Nem. Láttam a Drive-ot, de az igazság, hogy túl sok filmre mondtam azt, hogy nem tetszett, úgyhogy sem akarok a Drive-ról beszélni. Egyébként érdekes, hogy mondjuk én úgy ültem be a Drive-ot megnézni, hogy mondták, hogy művészfilm, és mondták, hogy autós film. És én hajlamos vagyok szeretni az autós filmeket, és megvan a Drive-nak az első... Hát akkor neked tetszett, akkor te képben vagy a dologgal, tudod, van az első autós... Bizony. Hát én bele voltam szökelve a székbe. Így néztem, hogy gyerekek, ez miért kurva jó. Mekkora filmet lőttünk. Hihetetlen, és utána onnantól, mintha a film behúzta volna a kéziféket. Tehát számomra olyan szinten megállt a film. De az se végig, tehát egy jó fél órára tény, hogy lassabb menetbe kapcsolt, ha már filmes, vagy autós szimból... nem mondom többet. Autós dologra utal a film címe. Nem tudom, szóval a filmben azt tetszett, hogy sose tudtad, hogy hová vezet. Hogy elején autó volt, utána átment kisebb szerelmi szálba, utána akció, utána dráma, utána Isten tudja mi minden, és ez nekem nagyon bejött, tehát én egyáltalán nem éreztem lassúnak, és nem, sokan mondták erre a fél órára, amit te is mondtál, hogy úristen, érted, hát ez valami borzasztó, nem tudom, én
Nagyon türelmesen végignéztem, és tetszett, amit láttam. Nekem pont az a fél óra. Ja, hogy utána a fél óra. Jó, igazából mondom, kicsit mást vártam. Nem nagyon, tehát nem egy halálos iramban, tehát ez azt hallottam már korábban, hogy meg ti is mondtátok, múltkor kezdtem, hogy milyen a film. Nekem ezzel együtt, hogy tudtam, mire számít, csak nekem borzasztóan lassú volt. De is a második fele nem kárpótolt? Nem. Nem, abszolút nem. Jó volt benne a Gosling, jó volt a sztori, meg minden. Nekem az, amikor mutatnak egy sárgalmas fazont az ablakban, mit tudom én, 15 másodpercig csak ott állni, nekem az sok. Tehát én akkor szoktam hívni a vágót, hogy akkor itt most nyisszantsuk le, kevesedek vele jelenzően a feleslegeset mutatni. Viszont az tény is valahogy egy olyan oldalát mutattam meg az autós filmeknek, az ilyen heist filmeknek, amit azért ritkán látni. Tehát tényleg azt az idegüllő várakozást kint egy bünténhelyszínét. Jó, tényleg, hogy csak ki is kellene, még volt abban még egy másik jelent, ami jó volt, tudod, amikor elkíséri ott a nagy büdös puszta kellős közepén a csávót valahova kirámolni egy ilyen éttermet, vagy mit? És utána van egy... Zálókázat szerintem. Vagy... Igen, azt hiszem. De utána van egy autós üldözés, az is marha jó volt. Tehát maga az üldözéses részek marha jók voltak. Úgyhogy... Én az abból össze tudnám ollózni tényleg a Drive-ot, és abból kellett volna még több. Talán a második rész. Remélem, hogy lesz. Jó. Na, hát igen, igazából Drive-ot hiányoltam leginkább. Szerintem akkor pár mondat erejéig tényleg csak röviden, mert tényleg az a helyzet, hogy a legtöbb filmet nem láttuk, mert egyszerűen nem mutatták még Magyarországon. Akkor csak így mondd meg, hogy te mit tippelsz, hogy ki nyer itt. Legjobb férfi főszereplő, kezdjük ezzel. Demian Bichir, Better Life-ért, akárki is legyen ez, sajnos nem ismerem. George Clooney az utódokért, Jean Dujardin az Artistért, ő a főszereplő. Gary Oldman a Schuster, Szabó Baka kémért, illetve Brad Pitt a pénzcsinálóért. Szerintem Oscar esőt fog kapni az Artist. Ez biztos, és szerintem amiben indul, a fő kategóriában mindenhol nyerni fog. Lehet, hogy teljes elfogultság látszatát kerülve azért Hollywood igyekszik a kisebb kategóriákban másokat majd díjazni, de én hát én kisebb összegben mernék fogadni, azért csak kisebben, mert egyébként azt szeretek fogadni, de kisebb összegben mernék fogadni arra, hogy itt az Artist fog nyerni. Igen, tehát én is úgy érzem, hogy talán legjobb női főszereplőt nem fogja megkapni, mivel nem is jelölték, de hülye vagyok. Legjobb női mellékszereplőnek. Jó, oké, helyén vagyok. Én azt mondom, hogy a legjobb férfi főszereplőt megkapja Jean Dujardin. Hát, hogy jól mondom. Én talán Brad Pittnek azért drukkolok egy kicsit, mert tényleg klassz volt, amit itt alakított. Legjobb női főszereplő. Na, te itt biztosan... mondani fogsz egy favoritot. És Meryl Streep! Így van. Begyűjti 248. Oscarját. Köszönöm. Na, azért elmondom a listát, hogy kik a vesztesek. Glenn Close az Albert Nobbsért, Viola Davis a segítségért, Luna Mara a tetovált lányért, Meryl Streep a vaslédiért, és Michelle Williams az Egy hét Marilyn-nel című filmért. Hát jó, Meryl Streep is szerintem nem... Azt hozzá kell tennem, hogy én hideglelést kapok Meryl Streep-től, de a Vaslédi, amit egyébként hozzáteszem annak, aki nem tudná, Mamma Mia rendezője csináltat, kicsit látszik a végeredményen, de a Meryl Streep egy akkor átjátszik benne gyerekek, tehát nem tudtam szabadulni a filmet, tehát ha nem lett volna ilyen az ő alakítása, akkor szerintem felálltam volna és kijövök a vetítőteremben. Tehát marha nagy film. Te film hülye vagyok. Úristen, ezt megcsinek el, a film maga az nem jó. Ezt kivágom. Igen, de Meryl Streep hatalmasat játszott benne, úgyhogy tényleg respekt. Talán ő az egyetlen ilyen induló, akiért trukkolni tudok most így. Hát én most azt mondom, hogy Meryl Streep fog nyerni, de én Viola Davisnek drukkolok a segítség benyújtott alakításáért. Mert tényleg azért nagyon jó volt. Na, akkor legjobb férfi mellékszereplő, Kenneth Branagh, Egy hét Marilyn-nel,
Jonah Hill a pénzcsinálóért, Isten tudja miért. Nick Nolte a Warriorban nyújtott alakításáért kapott jelölést. Christoph Plummer a kezdőkben, és Max von Sydow a rém hangosan is írtó közelben. Ugyebár ő volt a Merrin atya az ördögűzőben. Én ebből egy teremtett lélekért nem tudok izgulni, úgyhogy én ebből elegánsan hátrébb lépni. Hát én azt mondom, hogy megelőlegezem Nick Nolte-nak a Warrior díját, mert nagyon jókat hallottam arról a filmről. Egyébként Magyarországon is bemutatják, bár sokan nem várták már, de egy forgalmazó bevállalta, úgyhogy azt mondom, hogy gyerünk Nick, vagy Max von Sydownak is drukkolok, de csak azért, mert imádom az ördögűzőt. Na, legjobb női mellékszereplő Berenice Bejo, aki az Artisban játssza azt a feltörekvő női csillagot. Nagyon bájos teremtés egyébként. Jessica Chastain a segítségért, Melissa McCarthy a koszorús lányokért. Na, ez aztán meglepetés volt. Koszorús lányokat látta egyébként? Nem. Hallottam róla a híreket, és duplán nem akarom megnézni. Meg én ezek koszorús lányok témájú filmeket meghagyom az asszonynak. Oké, akkor még elmondom, hogy maradék két emes, utána mondok gyorsan valamit hozzá. Janet McTeer az Albert Nobbsért, és Octavia Spencer a segítségért. Nos, akkor először láttam ezt a listát, érted? Koszorús lányok két jelölést kapott, ezen kívül még a mit is kapott, legjobb eredeti forgatókönyvet is megkapta a jelölésnek, a Koszorús lányok, tehát nem túlzás azt mondani erről a filmről, hogy a másnaposok nőkkel, és fú, mondom, azért ez nem semmi. És nagyon jó volt ez a Melissa McCarthy a filmen, tehát egy ilyen nagyon ordinári nőt alakított, csomót lehetett rajta röhögni, de legjobb női mellékszereplő, fú, azért ez meglepett. És a film egyébként nem olyan rossz, tehát mi Balatonon mentünk ilyen szabadtéri moziba nézni akármit, amíg sose voltam ilyen helyen is, és tök minden egy Transformers is adhatták volna megnézem, mert egyszerűen tudni akartam, hogy milyen egy kertmozi. És ezt a filmet adták, és azt mondom, hogy egész kellemes meglepetés. Nagyon, hogy mondjam, nagyon erőltetett volt helyenként, tehát nem nagyon tudtam azonosulni azzal a ténnyel, hogy Amerikában az esküvő előtt kb. Minden dolgot 8-szor megünnepelnek még. Eljegyzési parti, ajándék átadási parti, és ilyen-olyan, és mindegyik ilyen 10 milliós büdzsés akármi, mondom, te jó Isten, hát ez nem lehet igaz. De egyébként tényleg voltak benne jó viccek. Volt egy nagyon megdöbbentő jelenet, egy hasmenéssel, vagy én nem tudom, tehát... Na, jó hangzik. Igen, tehát egyéb eredeti forgatókönyvben olyat, ahol... nem is mondom. Nézzétek meg, ha érdekel benneteket. Tudni fogjátok, melyik jelenetről beszélek. Na, hát én itt erről a listáról egyértelműen Jessica Chastainnek drukkolok, hogy nem, hülye vagyok. Octavia Spencernek a segítségén nyújtott alakításáért. Ő is egy fekete házvezetőnőt alakít, szintén klasszul, nagyon klasszul. És hát szerintem ő is fogja nyerni egyébként. Hát arra azért, hogy úgy lelkileg egy kicsit azért különítsél el a lelki békétből, szerintem hatalmas pofont fog kapni az artista. Nem azért, mert bármelyiket láttam volna, de szerintem itt Hollywood nagyon meg fogja jutalmazni saját magát. Uh-huh. Úgyhogy, egyébként egy pillanatra visszatérve, rövid beszélgetésünknél felmerült ez a téma, és talán egy két perc erejéig, hogy nem furcsa neked, hogy érted, egy francia film jelölve van ennyiszer, francia szereplők, és belegondoltál abba is, hogy az utóbbi pár évben rendszerint nem amerikai filmek nyernek, mert a Királybeszéde angol volt, a Gettó milliómos is angol-indiai film, és mégis, tehát ezek egyetlen indulhatnak, ezek miért nem legjobb idegen nyelvű filmbe, vagy én nem tudom, tehát...
Vagy ennyire a nyelv alapján, vagy jó, legalábbis azt mondja, hogy a legjobb idegen nyelvű film, de azért értem, most egy magyar csinálna egy magyar filmet, ahol angolul beszélnek, akkor az indulhatna ott legjobb filmnél, vagy Meglepél most ezt. Meglepél ezzel a felvetéssel, mert ezzel már korábban is gondolkodtam, csak nem volt lehetőségem így hasonló keretek belül ezt megosztani többekkel. De most meglepetésként ért a felvetés. Nem tudom, hogy akkor magamban gondolkodtam ezzel, végül is milyen következtetésre jutottam, de az tény és való, hogy szerintem eljutott a nemzetközi filmgyártás most már arra a szintre, ahol régen Hollywood volt, és ezt Hollywood is látja. Tehát jobban járnak arányaiban úgy azzal, hogyha eladják kvázi Hollywoodiként, tehát értékelik a nemzetközi filmgyártást is, mint egy sajátként, mint hogyha kifejezetten a hazai piacra szorítkoznak, mert hát valljuk be igazából, amit te is mondtál. Melyik volt az a másik film, amit mondtál, hogy külföldi volt, és behoz... Gettómilliómos. Gettómilliómos. Királybeszéd. Királybeszéd, pontosan ez az elmúlt pár évnek a termése, és az elmúlt pár évben mit láttunk? Azt, hogy az Oscar közvetítésének a nézettsége drasztikusan elkezdett zuhanni. Meg gondolom, hogy valamit kellett csinálniuk, hogy ez a világszerte fogható műsor egyre több embert ültessen le a tévé elé. Tehát valamilyen formában érdekelté kellett tenni a többi ország nézőközönségét is, úgymond. Tehát kvázi azt üzenve ezzel, hogy a te filmet is bármikor bekerülhet ide, amire azért volt példány, hát volt példa, bocsánat, nem példány, de volt példa, a Tigris és Sárkányt is jelölték, és kaszált is a maga idejében. Tehát azért van példa arra, már korábban sok évre visszamenőleg is, hogy Hollywood külföldi filmeket díjaz, ráadásul kiemelt díjakkal. Ez nem hiszem, hogy új keletű lenne, az viszont mindenképpen új keletű, hogy ilyen hullámban. A Gettómilliómos nem nevezném igazából külföldi filmnek, azt külföldön forgatták. Hát de az Danny Boyd is, és angol. Hát igen, mondjuk igen. Ilyen értelme, igen. Hát egyre nehezebb szerintem meghúzni a határt. Hát itt van például Chris Nolan. Tehát gyakorlatilag a filmjében nem látsz amerikai színészt. Tehát mindenki velszi, angol vagy ír. Nem jellemző. Tehát egyre inkább tágul ez a hollywoodi filmgyártás, egyre inkább egy égisz lesz. És így érthető is, hogy a legjobb külföldi film a legjobb idegen nyelvű filmnél fog lassan átvált. Hát már az is igazából, tehát legjobb idegen nyelvű film, ezt ilyen vezettem be. De az egy dolog, hogy a brit és az amerikai, nem tudom, ők mindig is valahogy szövetségesek voltak azóta, hogy háborúztak egymással, még régen. De és belegondolsz, hogy idén jó esély van rá, hogy a legjobb filmet egy francia film nyeri, legjobb férfi főszereplőt egy francia nyeri, legjobb női mellékszereplőt egy francia nyeri, és legjobb rendezőt is egy francia nyeri. Tehát ez egy olyan szintű pofon volna szerintem, hogy nem tudom. Érdekes hát, kérdés. Mármint a kinek lenne pofon? Hát az amerikai filmiparnak. Mert azért az artist is tudta nagyon jól, hogy ezt muszáj lesz amerikai konformá csinálni, akivel nem rakott volna bele amerikai színészeket is. Leginkább John Goodman-t, akit azért ismernek az emberek. Tehát ha nem is egy húzó név, de nyilván sokkal jobban el lehet adni mégis egy amerikai piacon. Hát, és végig minden angolul van benne, tehát minden kiírás is, amikor itt tátognak, és utána kiírják, az is mind angolul van. Tehát, másfelől meg igazából az, hogy pofon az amerikai filmiparnak, szerintem ebből az amerikai filmipar már nem nagyon csinál problémát. Hát nézzük meg például, amikor olyan filmeknek a remake jogait veszik, már olyan dolgok kerülnek remake-elésre, amik még jó fizetben be se lettek mutatva. A legjobb példa erre a The Raid című koreai talán? Vagy malajziai, malajziai akciófilm. Egy sima mezei látványos film, amelyik a Hollywood azonnal lecsapott a remake jogokra. Egy teljesen kúrens téma, a Silent, a Csendes Ház, ez egy spanyol horrorfilm,
az abban különleges, nem tudom mennyire tudod, hogy másfél órás a film, és vágás nélkül vették fel egyetlen kamerával. És igazából annyira nem érdekes a film, jó persze azért össze tudja csinálni magát az ember rajta, én láttam, para a film, meg minden, de megint csak ugyanaz, mint amit te is mondtál az Artistnél, hogy a tálalás igazából elviszi azt, hogy a tartalom maga azt már többször megfogalmazták mások. Ennél a horrorfilmnél is ez, mert most láttam, hogy a Silent House-nál már elkészült a remake. Úgyhogy szerintem Hollywoodban bőségesen tisztában vannak az öltönyös urak azzal, hogy a kreatív faktort most már nem nagyon tudják hova vinni. Tehát valahonnan be kell húzni most már ez külföldről, mert ez nem tudják a lépést tartani vele. Tehát az mégis csak egy nagyobb városról beszélünk igazából, aminek már ezek közé piacon harcolnia kell a világgal. Ez meg másoknak sem nagyon sikerült tettük. Amit még megjegyeznék a legjobb filmeket végignézve, ami jól is mutatja, hogy azért nem volt egy igazi blockbuster év, mert ebből a listából szinte alig van olyan, ami egy közönség siker lett volna. Tehát a segítségen kívül, ami az USA-ban marha nagyot kaszált, mindenkit meglepve, világ maradék táján alig érdekelt valakit, Utódok se volt olyan kirívóan nagy siker, a Pénzcsináló sem, tehát az Artistot pont nem tudom. De... Azt most nézem egyébként, hogy odahatált, hogy most világszinten 73 millió dollárnál tart. Ami önmagában nem lenne, az nem lenne rossz, csak hogy tudod, mikor mutatták be? Tavaly novemberben. Tehát jó réteg film, én elhiszem, de ez alátámasztott is, amit te is mondasz, hogy igazából itt nem nagyon vannak már blockbusterek. Tehát már azt sem tudja mondani az ember, hogy igazából nagyon olyan filmek kerülnek be, amit pörögnek nagyon a kasszánál. Ami nem is feltétlenül kell, hogy baj legyen. Persze, nem is azt. Hozzá. Csak, nem is azt. Csak egy jól mutatja, hogy nem tudom valahogy, ez nem a... Nem az olyan év volt, ahol volt egy Avatar, mondjuk, vagy nem tudom én akármi, nem mintha az Avatart olyan elképesztő nagy filmnek tartanám, de azért mégis egy nagy visszhangú alkotás volt. És hogy mutatja, hogy mennyire, hogy mondjam, limitált volt a választék, legjobban mutatja a legjobb betétdal kategória, ahol kemény két jelölt van, a Muppets és a Rio, tehát ez... Szóval ez már szegénységi bizonyítvány, valahogy, érted, hogy egy egész film évből két dalt tartottak jónak, azért ez már nem semmi. Igen. Ja. Én kicsit izzadságszagúnak érzem egyébként ezt a listát. Igen. Tehát nem érzem azt, hogy itt olyan filmek lennének, amik harcolnak az Oscar díjért. Igen. Tehát itt nem igazán harc lesz. De ebből akár az is ülhet ki, hogy sok év után először, hogyha nem az Artist tarolna mindent, akkor egy kellemesen változatos ilyen nyertes lista volna. Tehát lehet, hogy az egyik film csak egyet nyer, vagy kettőt, aztán megint van egy film, ami kettőt nyer, és így tovább. Tehát, mondja csak. Évre felszakadt egyébként merülni az, hogy milyen jó lenne, hogyha az Oscar ceremónia meg tudna újulni, bár maga a díjátadó is tudna meglepetésekkel szolgálni, de ez évről évre mindig kimerül gyakorlatilag felszínes változtatásokban. Tehát például, hogy megváltoztat, próbálja meghívni egy olyan házigazdát, mint például ki volt az a nő, akinek kellett porszívózni a Jack Nicholson lába alatt? Nem tudom. Most nem tudom, mindegy, tehát tavaly ő... Kirk Douglas volt, aki be nem fogta a száját. Nem tudom, emlékszel-e. Igen. De hát most ugye Eddie Murphy-t akarták, mondjuk egy érdekes húzás lett volna, de most utolsó inform az, hogy Billy Crystal lesz. Igen. Igen, tehát lesz egy újabb sótlan Oscar. Azért Billy Crystal azért már csinált egy pár ilyet, szerintem azért ő vele nem lesz baj. Eddie Murphy is izgalmas lett volna, mert azért
akármilyen szar filmeket csinál utóbbi évtizedben, azért egy született stand-upos, tehát. Igen, de és ott komikusként mindenki elismeri. Billy Crystalról Igen. az utóbbi években nem hallottam semmit, tehát így Nem, nem is tudom, hogy csinál-e valamit. de azért kinézem belőle, hogy jó lesz. Tehát tavaly nem mindenképp jobb lesz. Hát az Az... valami elképesztő volt. Igen. James Franco, hát az... Ja, hát igen, az olyan, amit egész abba lett volna tépő. Hát de tényleg. És aztán utólag azért rinyált, hogy ne engem okoljatok, érted, rossz volt a szöveg, amit előadtam. Hát az egy dolog, hogy szar volt a szövege, de érted, olyan motiválatlanul állt hozzá az egészhez, hogy nekem volt kínos. Igen. Úgyhogy... Na hát akkor megnézzük, hogy mi lesz ebből a 2012-es Oscarból. Nézni fogod, Zoli? Lesz ilyen Otherworld-ös közvetítés, vagy... Nem lesz Otherworld-ös Nem lesz. közvetítés, technikai okok miatt. Uh-huh. Meg igazából nem tudom, még abban sem vagyok biztos, hogy én nézni fogom. Tehát biztos, hogy biztos persze azért én is, meg a mennyasszonyom is kivettünk Szabit hétfőre. Én nem. Én bevállalom. Te kemény vagy. Tavaly is így volt, és meglepően jó bírtam egyébként, de nem tudom, jó, mi így lesz-e. csináltam én is egyébként tavaly Oszkárnál, hogy úgy voltam vele, hogy jó, oké, csináljuk persze. Föl voltunk, végignéztük, ilyenkor mindig úgy van, hogy főzünk egy ilyen másfél literes, szép nagy cserépedényben kávét, és akkor azt isszuk, vagy nyomjuk be. El voltunk, vége volt az Oszkárnál, és mondtam, hogy na, akkor menj a szemet, akkor hazaviszem utána. Beültünk a kocsiba, körülbelül negyed órás út innen hozzájuk, és félúton hirtelen kiment belőlem a kávé, és várnak. Tehát a Serpentinek, na mindegy, most nem akarok belemenni, mert nem akarok így. Kórházban ébredtél. Nem, de úgy érkeztem meg, hogy onnan úgy voltam, hogy na jó, akkor így én most így szunyálok egy rohadt nagyot, mert most jött ki az Oscar. De, szóval most visszatérve nem tudom, hogy nézni fogom-e, ez majd helyben fog kiderülni. Igen. Igen, nincs olyan film, amiért hogy igazán brutálisan tudnál drukkolni, mint tavaly harcosra voltam így, hogy gyerünk. Aztán, nem tudom. Így van olyan lista, hogy oké, ennek örülök, de úgy, ja, majd meglátom, mi lesz. Mindenesetre én fennmaradok tervek szerint, és ugyanúgy a blogom végig közvetítem, írásosan csak, de remélem azért velem tartotok majd, és velem töltitek az éjszakát, akármilyen furán is hangzott ez most. Jó, mert kikapok. Lassan 2 órás lesz. Zoli, hát köszönöm, hogy részt vettél, és a péntekedből felszabítottál majdnem 2 órát. Jaj, ne viccelj, köszönöm a lehetőséget, mert ritkán van lehetőségem kifejezetten filmes podcasttel részt venni, úgyhogy ez egy lélekütítő jelenség volt. Várunk vissza sok szeretettel máskor is, mert jó veled beszélgetni, olyan, hogy mondjam, érzékkel tudod szétszedni a filmet, ha kell. Fú, az nagyon megy. Ennek nagyon tudok örülni, és virtuális pacsik voltak itt a hadakutyán kapcsán, úgyhogy... Egyébként nézzétek meg a Zolinak az otherworld.hu-s hadakutyán beszámolóját, mert Zolival nem értek mindenben egyet, néha, de ez a film, ez olyan, hogy, vagy ez a beszámoló, ez olyan, hogy menten aláírnám, hogy na, ezt én is felmondhattam volna ugyanígy, mert nagyon, nagyon passzoló volt, úgyhogy ezúton gratulálok, mert sokan megfogalmazták ugyanezt a mondani valót, csak senki nem olyan jó, mint te. Úgyhogy... Köszönöm. Jó, elég összeből a történes választásból. Na, akkor nézzétek az Oscart, ha lehet, akkor kommenteljetek majd az Oscar alatt, tavaly is csinálták páran, amit nagyon köszönök. És ez a tengerimalac volt? Igen. Wow. Sorry. Akarja, hogy befejezd. Egy rövid info még, hogy közeljövőben tervezek egy nyereményjátékot DVD-s nyereményekkel. Már kitaláltam, hogy mi lesz a feladat. Igazi film ínyenceknek lesz kihívás, de azért talán mindenki is kedvet kap hozzá. Majd figyeljétek a blogot, majd csapok neki az hírverést. Na, Zoli, köszönöm még egyszer, hogy itt voltál. Köszönöm. És
akkor remélem itt lesztek a 12. adásnál is, és jó szórakozást az Oscarhoz. Sziasztok! Sziasztok! Na, Zoli, akkor elkezdem a felvételt. Ja, ez volt a fő próba.